Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt kívánok mindenkinek, ezeket a magasba 6 óra múlt 11 perc. Jó reggelt, sziasztok! Ki a paplan alól, jó reggelt, hello! Told oda neki, ha meg. És indul a fudi. Ott hagytuk abba, mintha, hogy ott folytatjuk, mint a péntek lenne tulajdonképpen. Két hét múlva kapsz valami rokkosat, jó? Addig bírd ki, addig magasra. Addig állok fél lábon, akkor más kell fog halni. Valahogy csak kibírod. Hetente változtatjuk, gyerekek. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hétfő van, hideg van, esik valami. Nem, az túlzás, nem, hideg nincs. Nem. És nem is esik sem. És nem is esik semmi, és kedv van. Egyébként minden szépen abban, amit mondok. Nem, a 3 fokocska. A múlt héthez képest nem durva, viszont az igaz, hogy valami van az égből. Meg a szél. Valami van. De elsősorban a szél itt a probléma. Ugye egész hétre azt mondják, hogy száraz idő lesz, mert csak hétvégén jön majd valami kis nedvesség, de a szél az tényleg komoly probléma. Meg az, amire most így rátetted, azt gondolom, hogy a probléma ütőerére megint a kezelet, mert az, hogy 3 fok van, miközben a múlt héten volt mínusz 13 is. Azért számoljuk már utána, hogy ilyen kis mínusz 15 fokos, illetve nem, tehát most gyakorlatilag plusz 15 fokos ingadozás van itt a levegőben. Azért a basszus... Az erős, igen. Főleg hát nem is az 3 fok, amikor ugye 10 volt, meg 13. Ezt mondom. Ugye, hogy a, 13 meg 3, az 16, ugye 16 fokos különbség. Jön be Balázs most azt mondja, hogy amikor majd 13-ra megy föl, vagy 13-ra föl. Hát az volt, azért nem ezt mondom. Érted, az egy 26-os. Hát az volt. Ja, hát hétvégén nálunk, most nálunk 12 fok volt hétvégén. És ha azt a mínuszokhoz számolod, hát megint elromlottak az ám, vagy nem? Hát jön, nem, a kín. Nem, hát ott ebben az éjszakon van. Na, az meg amennyi? Hát ez meg már 25 fok. Az a tudar. Normális? Nem normális. Gyerekek, az a tudar, igen. És a szél miatt orvul támadó fenyőfák lepik meg az autósokat. Ment előttem a kis utcában, amivel kihajtunk a Békére, vagy melyik az, nem tudom, mindegy, valószínűleg béke út keresztbe, de nem is fontos ez, és van egy kereszt utca, és pont olyan irányú szél volt. Ment előttem egy kis Suzuki személygépjármű, és csak azt látod, hogy oldalról beleáll egy fenyőfa. Mert pontosan úgy kapta el, hogy a töve a fenyőfának az ment előrefelé, és gyakorlatilag így belefúródott majdnem az ajtajába, és láttam a csávót kiszállott, nézél, mondom, tudok segíteni, hát nem, nincs semmi, kicsit benyomta az ajtót. Figyelj, olyan erővel mennek a kidobott fenyőfák, hogy így nem hiszed el. Igen, azokat most egy szépen felkapja. Milyenket se vitték el, én nem tudom, mikor viszik ezeket. Akkor, amikor a szemetet, vagy ez hogy van? Vagy megvárják, míg összegyűlik az összes. Nem hiszem. Amíg a szél összefújja egy kupacba. Valahol. Megvárják, nem tudják, mert ugye nem egyszerre dobja a kezemre, lehet, hogy valaki haja, hónapos eltérések van. Tehát annyit csak nem várnak. Nálunk most ott kolbászol a fenyőfa, már az út másik oldalán már átvitte oda éjszaka a szél. De most mit csinál, hozzam vissza? Tegyen mindig le a ház elé, mert ha nem a ház előtt van, nem viszik el? Vagy ez hogy van? Hát lehet a más háza előtt is, nem? Csak ház előtt legyen. Hát most azt úgy sem tudják, hogy ez a tiéd. Az is igaz. Semmi. Most olyat van kötözni a kapuhoz, vagy mi? Nem tudom. Mire sem remélem, hogy elviszik. Laksz, mert akkor ott a végén összegyűlik. Az megállítja. Oda csak betolat, a kukásautó fölpakolja, és aztán már Budapest viszi is. De így legalább, hogy a Feri elmondta ezt a szót, így legalább értjük, hogy miért fogalmaznak úgy, vagy fogalmaztak úgy az elmúlt hetekben, hogy a fenyőfák ártalmatlanítása, hát nem kis veszély. Hát, hogyha a Suzuki-t átszúrta, akkor... Én amikor a Suzuki-t egy galambszárnyas átszúrja nagyjából. Hát, na jó, de hát... És képzeld, amikor viszed ki a szemetet, és így ideig nem mész befelé, és akkor a házastársad kimegy, hogy megnézze, hogy mi van, és kint állsz egy fenyőfával a hasadba. Jaj, nem, az horror. Én ártalmatlanítottam az enyémet, tegnap elvittem a miénket a Jézuska, vagy ma hajnalra, és darabolás tegnap van. Tegnap szedtétek le? Tegnap. Figyelj nekünk, meg mindig nem hullik. Én nem szedem addig, amíg nem hullik. Na de tényleg nem hullik, mert porosodik. Tehát ti aztán berakjátok az acskóba, és rakjátok vissza a szekrénybe. Tehát hogy a műfenyőtől levárt, hogy hulljon. Nem, most idén egyébként igazi fenyők van, de nem akar hullani. Nem? Nem. Hát kétfajta van. Van, ami hullik, de jó illata van, és szúr, és van, ami nem hullik, nem szúr, viszont nincs illata. És neked valószínűleg nem hullik, nem szúr, nincs illata, azt hiszem az a Norman. Így van? A Norman nem hullik. Az nem hullik, de nem is szúr, nagyon puha, viszont semmi szaga. Na, mi azt vettük, ami szúr, ami hullik, viszont kevés illata van. Az meg a Lutz. Az nagyon jó. Ja nem. Olyat ne vegyetek, ezüst volt azt. Ezüst volt? Nem tudom. Annak sincs illata. Ha? Tehát valamelyik nem hullik tényleg. Ti akkor jót vettetek. De és ha most mondjuk júliusig nem hullik, akkor ott marad? Fennmarad, ez egy kis illata részünkről, megnézzük. Van már egy pici leeresztés, tehát kezd szomorod?
Semmi. Mit csináltál? Te bedrótoztad az ágakat? Nem tudom, fogalma sincsen, de ez egy kísérlet, aminek az a lényege, hogy ha mondjuk áprilisban vagy májusban még mindig állni tud a fa, mert semmi külsérelmi nyom nincsen rajta, nem fárad, meg ugyanolyan szép, ugyanolyan jó, nem hullatja a levelét, jövőre is ugyanannál veszünk. Nem, hát az van. Jövőre is megtartjuk. Az van, hogy ha már nagyon jól bírja. Igen. Április, május, nézed a naptárat is, túlmentél a fél éven, akkor meg már nem fogod leszedni, csak letakarod. Ennyi. Takard le egy ilyen abrosszal, és jövő december 21-én, előhozom a garázsból. Előhozom a garázsból, és ott áll egy ilyen kis poros abrosszal, szépen letakargatod, ezt majd utána leszeded. Egy idő után már nem érdemes leszedni, hiszen akkor már közelebb van újra a karácsony, mint ami mögötted van. Akkor már miért nyúlnál hozzá? De így azért, mit tudom, hogy két havonta végigmenjek rajta egy torseprűvel? De kicsit, hát seperges le, igen. De ha letakarod, jó. Akkor nem porosodik. Ez mondjuk az is igaz. Letakarom, leforpakkozom. Annyi. Figyelj, értem. Lefolpakozott, körbe tekered ki szikszalaggal, ott berak, betámasztod a sarokba, és egy év múlva kibontod, és megvagy. Megnézzük. Ha a gyerekek, olyan sűrű hétvégén volt, hogy nem is nagyon pihentem. Ez persze nem feltétlen biztos, hogy baj, de hát vendégsereg, közlekedési múzeum, gyerekkel, barátok. Két nap olyan szintű betáblázás volt, hogy tegnap este jutott először idő, hogy egy sorozatot megnézzek. Ez jó. És a kicsi élvezte a közlekedési múzeum. Képzeld el, igen, ez egy ilyen klasszik nagyomás program. Tehát én mondtam, hogy én az ajtóban megállok, be nem teszem a lábam, nem vagyok hajlandó. Gyerekkoromban az összesét úgy megutáltatták velem. De Benny benn volt egy 2,5 órát, és mászott, kúszott, nagyon, nagyon jó volt. Mondtuk, megmutatta a velocipédet, amivel még őt tanult kerékpározni. Dagero típjákon. Nagyon, nagyon élvezte, oda vittük, kiadtuk nagyszülőknek, és akkor be. Ugye, édesanyám még 2-2,5 órát ott elmaszatoltak ott a ligetbe. Én az összesét annyira gyűlölöm, hogy de én neurotikus szorongásom van ezektől a múzeumoktól, mert kiskoromban erőszakkal vittek mindenhova, és mindenhol elámosodtam, mert nem volt bent levegő. És most bemész, és azonban elalszol. 26-szor mentél a Vazarelli múzeumba, és jöttél rá, hogy ez téged rohadtul nem érdekel, 8 évesen, hogy szívesebben mennél mászókázni, na én ott utáltam meg az összeset. Viszont, és én már nem is vagyok hajlandó vinni a Bennyt. Viszont erre jók a nagyszülő. A közlekedési múzeumban azért sokkal több inger éri, olyan jellegű inger éri, amit tudom én a néhány éves gyereket is, ami érdekel. A Vazarelli múzeum az igen. De azért mondom, hogy menjen, tök örülök, menjen. Két kép után. Egy zebra, két zebra, öt zebra, 20 zebra. Na jó van. Mondtam anyáméknak, igen. Ajtóba megkapjátok, lehet menni. Tessék, tiétek, én azt csináltok, amit akartok, szóljatok, ha vissza kell venni a gyereket. Ez 2,5 óra jött a telefon. Tök jó. Mehetünk a gyermekért, mert kulturálódott. Úgyhogy jó volt. Jó volt, hogy mi van bent a számomra titok, de az is marad. Na, nem is emlékszel? De egyébként nem, a Viki nekem elmondta, és nekem ez nem ugrott be. De álljátok oda, mindenkit elvisznek. De az tök jó. Óriás terepasztal van, a régi vonatbelsők, tök jó autók, régi autók vannak. Kézzet, nem, én már a természettudományi múzeumtól, meg minden 6 évesen álltam, azt néztem azt a kitömött medvét, és annyira utáltam az egészet, hogy ott kell lenni. Mindenki mászott föl a traktor, húzogatta a medve szőrét, minden. Én teljesen ültem mindig egy ilyen puffokat, a múzeumban vannak ezek a puffok. Megtörtént, és álmosan. És az volt, hogy minden múzeum, valószínűleg az oxigén hiány miatt én elálmosodtam. Úgyhogy be van táblázva, hogy mikor hova megy, végigjárja az összeset. Anyuka! Múzeum! Válasszatok múzeumot, visszük a gyereket. Ma hamarabb hazérnek, mert csak a Vajdahunyad várába mentek. Ott is vannak jó kiállítások ott, egyébként. Ott nagyon Vajdahunyad várán nagyon jók vannak. Érdemes. Igen. Persze. Meg hát gyönyörű hely. Na és mi volt a buli? Azt mondjad, inkább belevetetted magad a pesti éjszakába, haverokkal? Nem, barátok voltak nálunk. De nálatok volt. Nálunk voltak barátok. Gyerekek, az a baráti társaságból én vagyok egyedül itthon. Mindenki elment. A gyerekkori barátaimból. Oh, egyedül maradtam itt. Már mind elmentek. Négyen elmentek Ausztriába. Aha. Ja, hogy külföldre munkát Nem, síelni. Ja, meg síelni. Egy valaki van Tájföldön. Nem kellettem fekete mosogatóba, egy villanyszerűeken, negyedik pedig gipszkartonozik. Ugye én most egy pici a gyerek, és nem akartam a Vikit itt hagyni, talán egyébként joggal, és fölhívtam még a barátaimat tegnap, indultak négyen síelni Ausztriába, vérző szívvel hallgattam végig, hogy éppen hol tartanak. Egy barátom már kint van Franciaországban, valaki meg Ázsiában van. Tehát a nagy klasszik 8-as csapatból egyedül vagyok itthon, mindenki elment. Ilyen nem volt még soha. Van nekük ilyen rendes csecsemőjük, mind neked? Nincs. Na, látod. Na, hát ezért. De a rohadékok küldik a képeket, tudod. Ilyen hó, olyan az pálya, az ilyen ülünk a felvonón, tudod, jönnek a képek, mondom, rohadjatok meg, rohadékok, nem tudok ott lenni. És az, hogy 83 felemettük, ez egy kommunikációs zavarnak köszönhetően. Azt rosszul szerveztük. Igen, mindannyian Svájcba akartak menni, de egyéb. Nem csak azokról, hogy ilyen még sose volt, hogy csak én maradok itthon. Tehát én vagyok a leginkább a szervező, meg aki megy síelni, meg mindenhova, ugye, és akkor a többiek is jönnek, de az, hogy senki nincs itthon, és itthon ragadtam, gyerekek, ez
lesz. Mondtam a Vikinek is, hogy ez egy nagy áldozat, és meghallgatja naponta négyszer. Csak tud, Viki, hogy én maradtam itthon egyedül, az összes gyerekes, családos, mindenki síel valahol, én vagyok itthon egyedül. Addig kell csinálni, míg ő ajánlja föl, hogy nem akarsz elmenni síelni. Erre játszottam, de nem ajánlotta föl. Azt mondta, hogy nagyon helyes, ezt kell csinálni. Igen, 3 hetes a gyereket. Mondom, jó, csak azt hittem, hogy mondasz valamit, hogy milyen rendes vagy. Nem. Minden szülésénél hozok egy ilyen áldozatot, jó? Több szülés nem lesz, több áldozat nincs. Ja, azt mondtam neki, hogy jövőre már itt se vagyok. De nem, ő nem mondta, ezt akartam kicsikarni belőle. Igen, kicsit nyomod ezt, hogy jaj, te, tényleg igazi családapa vagy mindenki, de értsd meg, nézd meg ezek milyenek, Viki, heten, érted? Heten a világ különböző pont. Hát, ha egyszer azt mondja, na, menjél utána. Menjél egy-két napot el. Tényleg egy hétvégét csapjál már oda. De nem mi mondja. Egy síelés egy gyerekhez képest, nem gyerekek? Hát most hát. Ez síelésből még lehet bármennyi. Gyerekből is. Egyébként, ha az ember nem vigyáz. Nehetek minden oké, valami jó volt a hétvégem? Semmit nem lehet csinálni. Egyébként tényleg. Ki nem lehetett menni? De tényleg, mi vasárnap reggelig kuckóztunk a kanapén, kinézünk, mert menjünk kirándulni, végre nem esik, még egyszer kinézel, már szakad. Semmi. Kinézel, szél van, gyereket csak ne vigyél el, úgyhogy ilyen benti, egész napos benti. Tudom, és közle a gyereket, nálunk tegnap este volt egy ilyen kis társaság, hát a gyerek élvezte a legjobban, végre volt társaság, és tudott rohangálni, és lefőrohangáltak végig, és mondta a társaság lánytagja, hogy ott is őrült a gyerek. Tehát, hogy egyszerűen a lakása megkattannak. És hozta őt is, tehát össze tudta tenni a két gyereket? Hozta, az a legjobb. Hozta ő, hozták ők is a gyereket, és akkor 3 órán keresztül ott ment az őrjöngés. Nem kioltották egymás őrjöngését, hanem felelősítették. De legalább azt láttam benne, hogy elfáradt a nap végére, mert a lakásban nem tudom lefárasztani. Egyszerűen nem fárad el, de ott neki levegő kell meg kivinni. Súlyt kell hozzá kötni. Legjobb. Aha. Tényleg derekára egy ízért, 10 kilót, és akkor... És futógépre tenni. Futógép, és akkor estére megfárad. Az lesz. Az ilyen baráti látogatásokban az a legjobb, amikor ti leütök a nappaliban, beszélgetek, gyerekek végre elmennek játszani, érted? Nem neked kell ott küzdeni, és egy 2 óra után benyitsz a szobájába. Hát, apám, azt a embertelen, irgalmatlan kupitnánk mindig az, hogy így állsz a romok fölött, szóval nem kell segíteni elpakolni, menjetek haza nyugodtan. Persze, majd megcsináljuk. 3 óráig fogsz rakodni. Tegnap úgy mentem föl a Benni szobájába, hogy az asztalról ugráltak. Ugye? Leraktak ilyen párnákat. Leraktak, 3,5 éves volt a kislány, aki jött, leraktak párnákat, megtanította Benni, hogy kell felmászni az asztalra, és az nyert, aki a párnákon egy szamárral a lába között át tudott ugrani. Oh. És erre mentünk be. Szóval, valaki hagyat esik, azonnal szétvágja a fejét, ezt nyomták. És mire mi fölmentünk, addigra már 1 órája ugráltak. És mondom, hogy hagyjátok abba, most jó, már úgyis untuk. Ja. Köszönjük, mennyi órája ez van. Jó, abba adjuk, már úgyis untuk. Irgumurgum. Veri, mióta csináltok? Ugye neki még így nem tudja 1 órája, nem tudja, hogy mióta bejöttek a szobába. Azóta ugrálnak az asztalról. Hát milyen világ ez, nem? Kurcuk gyerekek, kurcuk. Megnéztem ezt a filmet, ezt a Coherence-t. Na és? Hát nem rossz, de nem is annyira. Azért, nem. Így kell. Egy nagyon jó ötlet, de azért ott azért érződik, hogy itt a forgatókönyv olyan sokat nem foglalkoztatok, picit szájbarágos néhány helyen. Bejön egy ember a szobába, és azt mondja, hogy ne kelljen sokat foglalkozni a forgatókönyvvel ezzel, hogy há, és itt van az én feleségem, hogy érted, hogy ne folyamatába derüljenek ki a dolgok. Bá, itt van az én feleségem. Tehát, hogy így picit elmagyarázzák, hogy mi ki tudott egy picit ilyen. Aha. Hát én a magyarázatok ellenére néha leestem alulról, mert az elég bonyolult, de... Igen. Na, de igen, nagyon jó szerintem. A végig az egyszerűen zseniális a filmek, tehát hogy azért egy kis ötletből is milyen jó kis filmet lehet csinálni, tehát ugye azért eléggé rendben van, de ezért lennének kérdésém a filmmel kapcsolatban. Hát ezzel mindig van, mert itt egy csomó minden fellép, igen. Tehát ugye olyan csapdahelyzeteket vázol az idővel kapcsolatban, hogy ott csak kérdések vannak. 26 dolgot nem is értek belőle. Hadszom meg kell nézni, mire rájössz, hogy miről szól. Nem egyébként. Fogod meg, János, téged úgy érzem ez a film. Nem volt rossz egészében véve, csak mondom, egy picit így fura volt. Nem igazán neked való. Nem neked, de nem azt mondom, hogy komolyan mondom, tudom, milyen a filmizésed. Nem, Janinak, tudom, hogy nem klasszikusan ez a filmizlése. Több horror. Nem egy olyan típusú, ez egy nagyon elgondolkodtató film. Tehát, hogy ez nem azért, mert hogy te nem szoktál elgondolkodni, hanem hogy igen, ezt úgy többször meg kell nézni, meg kell rágni, beszélgetni kell róla, sok alternatív megoldása van, nincs teljesen egyértelmű vége. Tehát, hogy ez egy ilyen... Igen, meg én nem tudom elnézni a logikai bakugrást. Igen, logikai dolgok vannak benne, azt mondja a rendező, hogy szerinte nincs, elolvastam egy interjút, meg föltették ezeket a logikai kérdéseket, ő azokat ott meg tudta magyarázni, akkor megnéztem a felét megint a magyarázatokkal, tehát hogy igen, nagyon bonyolult, egyébként egy bonyolult film. Én szeretem.
tudod. Szerintem, ami felállsz, és azt mondod, hogy Jézusom, ez mi volt? Nézzük meg előről, tudod. Mi volt ez? És akkor elkezdett kibogozni. Csak tudod, hogy arról beszélünk, hogy ugye számtalan párhuzamos sík létezik egymás mellett, hogy abban a pillanatban akkor miért csak két ház világít, és miért nem számtalan különböző. Na de ezek már a te kérdéseid, ez már nem a forgatókönyv. Na de a végén számtalan ház van. Igen. Tehát a válasz az ott van, hogy a végén egyébként, amikor a csaj keresi, ne hallgassa senki, ki meg akarja nézni, amikor a csaj keresi, és elveszti magát a házak közül, akkor kiderül, hogy van 26 ház. Tehát végén ezt megcsinálták. Igen, csak abban a 26-ban nem világított éppen akkor, pedig ugyanúgy volt transformálta. Tehát, hogy ez egy kis ilyen fura dolga. Arrébb van ezen a többi ház. Aha. Ezen így, hát persze átlépsz rajtad, de hát próbálok meg mondjuk így logikusan gondolkodva. Hát ha már ilyen okos a film is, én is próbálok meg okosan gondolkodni. De azért nem világított. Azért nem világított egyébként, mert amikor a csaj kimegy és már belenéz egy csomó házba, ott már elment az üstökös. És ott már visszajött mindenhol az áram. És ott azért nem világít. Azt én is megnéztem azt a részt, tehát a végén már azért ég minden házba a lámpa, mert ott már jönnek ki, hogy hú, elment az üstökös, de jó, túléltük, meg vagyunk. Csak a csajnak nem tetszik az a ház, ahol ő van, mert ott ugye már mindenki összeveszett mindenkivel, és ő már kijön a házból, mert nem akarja a bunyót hallgatni. Na, de az üstökös, ez minden ház felett ugyanakkor jelenik meg. Igen, de azt, igen. De az üstökös, amikor megjelent, hát akkor, na mindegy, most ezt kettel látni. Igen. Szerintem már sokan nem néztek. Biztos van még néhány ember a hallgatói jogos, közül, jogos, aki jogos, jogos, néz, kicsit civilé változtunk, igen, igen. Na, és képzeted, de hát nem adunk, aki jelent üstököt, igen. Igen. Szóval áll egy 3000 ember hallgatói. De vagyok, néztem a legöltéseknek a számát, amik hirtelen megugrottak, ahhoz képest, ahány akkor volt, amikor először néztem meg, de elég sok embernek kedvet csináltunk a filmhez. Hát igen, ugye jött be moziba, én sem ismertem, egy internetes portálon olvastam, egy ilyen gyűjtés volt, hogy azok a filmek, amikről lemaradunk 2015-ben, és ott szúrtam ki, és gyorsan letöltöttem. Tehát valószínűleg nem sokhoz nem. Sok de tök jó, hogy így beszéltek róla, és akkor azonnal megnézni. De érdemes megnézni mindenképpen. Érdemes megnézni. Csináljunk olyat, hogy holnap mesélsz arról, hogy Shakespeare-t olvastál, hogy megnő-e az eladás a Romeo és Júliának, vagy nem tudom minek. Az egy jó teszt lenne. Igen. Jó van, mi van a játékunkkal? Hát figyelj, 3-2-re hoztuk az év első játékát, és csak ugye megint halkan kell megjegyezzük, hogy az örökvesztesünk, akire rásütöttük a bélyeget a tavalyi évben, akinek elbetűt akartunk tetoválni a homlokára, ez minte vagy csak mondom. Ja most rólam beszélszem se, nem hát tudom, tudod, hova fut ez ki. Hát, hogy tavaly mi ja, volt. Ja, tavaly szörnyű volt. És most mi történt? Nem, kettőt játszottál, és kettőt nyertél. Tehát, és mi lett a héttel? 3-2-re megnyertük, ezzel kezdtem a mondatot, ja. Hogy az év első játékát 3-2-re hoztuk. Na, az a lényeg, úgyhogy... Még nem ért le a kávét. Akkor egy nyerthetünk van. Egy nyert. Gyerekek, hát az... Nem rossz az, hát a 100%-os teljesítmény gyakorlatilag. Igen, egy hétből egy. Tehát, hogyha most így befejezzük ezt a játékot, és soha többet nem játszunk, akkor érted. Akkor visszavágtunk a múlt héten. Vagy múlt évért. Múlt évért, amikor elvesztettük az Univerzum Királyai versenyt, de ez az év még lehet jó. Tehát nyertünk, ez a lényeg. Igen. Ákos, hello, jó reggel. Jó reggelt kívánok. Mi újság van, hogy vagy? Hát köszönöm szépen. Nekem is hosszú hétvégén volt. Na, jó, ez csak egy udvarias kérdés. De ez most egy 20 perc lenne. Úgyhogy lehet, hogy nem mondok róla semmit. Csinálj belőle egy külön blokkot. Lehet, hogy az lesz, igen. De miért? Hát, valami mozgalmasság volt benne? Hát ugye nálunk is majd március elején érkezik a csöpség. Aludjál sokat előre. És hát az a helyzet, hogy köszönöm szépen. És az a helyzet, hogy a hétvége az a melszívók, a babafigyelők. Nálunk is pedig mindenféle egyéb cuccoknak a beszerzésével telt, úgyhogy melbimbó krémből kiváló vagyok. De ki is próbálod ilyenkor? Nem, hát álltam egyedül az üzletben, ugye felesége azt mondta, hogy hát akkor most elmegy WC-re, itt a lista, és akkor old meg a következő 5 tételt, mire visszaérek. Mi volt az első melbimbó védőkrém? Uh-huh. Ezt sikerült nekem beszerezni egyébként. Mondtad, hogy jó napot kell, melbimbó védőkrémet. Ilyen baba nagy kell, baba nagy kell. Az, őrület. Tehát, hogy egy akkora kosarat tortam, hogy egyszer eltakart, és meglődült. Klasszik sztori egyébként, és a felénél fogtok rájönni, vagy már a második gyereknek fogtok rájönni, hogy az első megvett tárgyak 75%-a szinte teljesen felesleges. Három dolog van, ami igazán kell, semmi más. Én valaki most megkérdezi, hogy miért hittek a gyereket? Kérdezte valaki tőlünk most hétvégén meg. Minek? Rájöttünk, hogy nem mértük le a gyereket. És rátettük, és ott néztük meg, hogy tényleg hízott egy kilót. Na, hát nem mértük a gyereket, mióta kijött a kórház az elsőnél. De kaúristen, nem evett másik, mert honnan tudod, le sem értük. Ott áll a mérleg, be sem volt kapcsolva. Tehát így annyira más de már látod, a második. Látod, hogy eszik rendesen. Persze, csak az elsőnél azért ott van, hogy azért méred, mennyit evett, egyik mert, másik mert, hízik, nem hízik. Vízhőmérő, igen. Nekünk három van eddig. Tehát, ah, de jó.
És tudod, mennyire fogod gyűlölni a halacska, amikor nem megy a hőmérő, nem mér, és berakod a kezed, na, tedd be a gyereket. A halacskát már most ki akartam dobni, mert az minden, hogy kinéz, csak nem egy vízhőmérőnek. Tehát az egy játék. Ezt nem tudom, hogy mi értelme van. Milyen hülye világ, hogy körbeveszünk magunkat mindenféle ilyen dologgal, közben a legősibb ösztöneidre kéne hallgatni. Igen. Tehát a vízhőmérő, és én megvettük, kétszer fölött az vágtam, annyira gyűlöltem, és berakod a kezed, megnézed, jó a víz. Ha nem jó, engedsz hozzám hideget, meleget. Nem, ennyi lenne, de vízhőmérő, nem tudom, minden. Hát első gyerek. Első, az klasszik. De igen. Csak azt csomagoljátok ki, amire éppen akkor szükségetek van, és így is még egy csomót fogtok spórolni, mert rengeteg kibontatlan eszközötök lesz majd. Igen, megy a fa alá valami kedves barátnak. Vagy... Figyelj, meg el tudjátok utána adni. Igen. Tehát mi már azt a négy dolgot, amit beszereztünk a másodiknak, szegény, azt már mind használtan a izéről, ilyen internetes oldalakról. Igen, a feleségem is olyan, mint a Viki, tehát, hogy ezeket az 1500 forintig terjedő tételeket veszi meg a netről. Gyakorlatilag mindent mi is beszereztünk használtan, így is egy olyan két éves fizetést sikerült eddig el. Kemény, igen. És már mi annyira lazány, amik már Cumit is használtan vettük. De is. Azért az nagyon meleg. Alig használt perenka, és alig használt cumi, 400 forintért eladó. Igen, a gyerek csak háromszor pisil. Pisil perenkát kakisnak. Igen. Venni. Hát az első, igen, csak akkor jön a babakocsi para, hogy akkor milyen, tudod? Az már megvan. Megvan? Persze a legdrágább. Tudom, a super high-tech, és figyelj, rájössz, hogy 3000 forintos esernyőnél egyébként. Szemkontaktus teremtő, és nem tudom. Esbetűs. Esbetűs, igen. A magas. Ó, és 2K is, ugye. Igen, mert akkor nem szívja be a gyerek a nem tudom mit, meg a kutya nem ugrik föl, és nem jöjjön össze. Szemkontakt. Viszont egy nagyobb szél felborítja, úgyhogy a 8-ból 8 szülő egyébként nem nagyon kedveli, mert annyira magas, de viszont annyira inog jobbra-balra, hogy jön egy passzácél balról, és borul a gyerek jobbra, úgyhogy szép lesz. Na mindegy, jól van. Mikor március? Hát március eleje, február vége, úgyhogy... Majd egy telefonnal fogok híreket olvasni, hogy hát ha most. És mi a ha el kell rohannod? Lesz itt mindig melletted valaki, vagy mi? Hát az ülnek, odaadod a papírt. És odaadod nekünk, mi betoljuk. De jó, elolvassuk. Ha megvan írva, akkor már nincs gond. Akkor már nincs nagy baj. Igen. Na jó, van. Lehet jelentkezni a játékra. Jó, nyugodtan írjatok nekünk SMS-t, ha valaki szeretne velünk játszani egészen nyugodtan. Új hetet kezdünk, teljes hetünk van. Úgyhogy lehet jelentkezni játékra, mi pedig jövünk Ákos híre után. Morning Show. Klassz FM-en. 8 perc múlva pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk minden hallgatónknak. Hello, Bello, drága hallgatók. Jani, Feri, mindenkinek. Sziasztó. Jó reggelt. Hello. Itt vagyunk, és kezdjük a hétfőt méghozzá egy jó kis játékkal nem sokára. Előtte gyorsan egy-két közlekedési hír. Trafipax a Budafoki úton, a Tesco után kifelé mérnek, beton ász küldte nekünk. Valamint 82-es főút, Rátott Eplény térségében tükörjég, Eplény előtt most álltunk le, ezt Gabesz küldte nekünk, köszönjük szépen. Veszprém és környéke havas és csúszik, valamint M0-ásról az M2-re ezen két szakasz között három autós támaszkodik. Ezt hogy hozták össze, ezt Fetó kérdezi. Hát ezt mi nem tudjuk. Veszprém, Zirsz, tükörjég, gyerekek, 20 km per órával lehet csak haladni. Na, belevágunk akkor, megnézzük, hogy ki a hét első játékosa. Kezdjük a hetet, jó? Egy jó kis játéka már is. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia, hello! Szia. Azt nézem. Zsuzsi, hello Zsuzsi, jó reggelt! Zsuzsi, honnan hívsz minket? Most feltűnően a Dunaharasztin vagyok. Dunaharasztin? Megyek. Jó, rosszul hallunk, kihangosítom vagy? Nem, sajnos a telefonomról egy alaphangosztom fia. Szuper. Ez valóban régi. Uh-huh. Ilyen a vonal minősége, nem tudom, hogy érnek téged el, nagyon rosszul hallunk. Hát így csomagoljatok egy Nokia-t most, hogy előre a legújabb fajtát, és már is akkor tökéletes. Ezt sajnos nem értettük. Semmit, azért tényleg egy szót se, Zsuzsi, az egészből, csak valamilyen bugyborékoló valamilyen hang jut el hozzánk. Mivel foglalkozol, Zsuzsi? Takács vagyok. Takács? Igen. Éfam, nem takács. Mondhatom. Mondhatod, igen. És mit csinál egy takács? Hát elvileg 4 órától már szépünk. Ez akkor azt jelenti, hogy ő se hal. Aha. Ez jó, már nem hal. Óriási beszélgetés lesz. Igen. Igen. Szóval, hogy főzöl, az jó. Az jó.
Kivel szereti játszani, Zsuzsi? A leggyengébb láncszemmel. Hogy? A leggyengébb láncszemmel. Gyerekek, az a baj, hogy ennek így az élvezeti faktora, és ráadásul van egy ilyen kicsit analóg, ilyen lemezhangunk, ilyen bakelit lemezhangunk, tudod, amikor fölraktad a gyereknek a Halász Juditot, vagy nekünk, és akkor csiribiri, csiribiri, bojtorján. És ott alatta nagyon ropogott az egész, tudod, mert anyár már nem tudom, örökölte a nagymamájától. És mindezt a másik szobából hallgatod. És mindezt a másik szobából hallgatod. Keresztül. Vagy amikor ropogott. Próbáljam meg kihangosítani esetleg. Hát az Zsuzsikám, az sokat nem javít. Nézzük meg, hát most mit veszítünk, igaza van Ferinek. Mutasd, hogy szól? Itt vagyok, itt vagyok. Aha. Hát nem, ez se nyert. Visszaveszel minket, Zsuzsi, ne haragudj csak. Szakörül. Na jó. Ezek nem mi voltunk, ezek nem mi voltunk, okay. Ezek nem mi voltunk. Alakul. Igen. Anna, tudunk mást hívni. Jó, mi itt vagyunk, nem a mi hibánkból. Igen. Anna, hív majd vissza, légy, hogy ne haragudjon, de nem, ez nem az nem, a baj, nem volt hallott, hogy ki képes. Mondja, hogy igen, vagy így nem. Tehát, hogy... Meg mi még ugye nagyon fülölünk, de más hallgató számára ez egyelő az élvezhetetlennel. Tehát ne haragudjon, jó ránk, majd hívjuk vissza mindenképpen. Jó, de mindenképpen neki, úgy csináljuk, hogy ha technikai problémánk miatt nem tudunk játszani, ez nem a mi hibánk, mert mi itt vagyunk. Tehát a pont a miénk. Mi kiáltunk. De ennyi, mi itt kiáltunk. Voltunk. Addig csak mondom, gyerekek, Roger. Mi van vele? Brisbane-ben. Igen? Raonic ellen 3-szedben behúzta. Abbas. És ezzel az ezredik ATP győzelmét aratta. Csak szép dolog, az sok. Még gombócból is sok. Hát most az igaz. Igen. Nem gombócból, tényleg sok. Az nagyon. Azt nem, ketten vannak még. Nem, ketten vannak ebben az illusztris társaságban, de nem tudom, ki az a kettő. Azt nem tudom, de kevesen. Az ezredik ATP-t is úgy ünnepelték, hogy kirakták neki az ezret ott egy ilyen nagy számból, és úgy vette át Brisbane-ben a kupát. Nagyon kemény. Halló, jó reggelt! Sziasztok! Na, ja. Hát ezért ez már mindjárt más. Na, mennyivel jobb most a hangod? Igen. Rokon, hogy ilyen gyorsan szerezted, Anna? Rokon? Nem. Hello, Zoli, jó reggelt! Merre vagy? Pesten. Mit csinálsz? Készülök dolgozni. Azt hiszem, azt mondod, hogy Zsuzsival vagyok. Igen, nem, vagy Zsuzsi vagyok ilyen a hangom, amikor jól szól. Igen. Készülsz dolgozni, mit dolgozol? Most éppen majd lámpát fogok csinálni. Lámpát csinálsz? Na. Van egy lámpacsináló géped, és akkor beraksz három kanalat egy villát, és kijön a másik végén egy lámpa? Még szép. Az nagyon, az nagyon menő. És kivel szeretné játszani, Zoli? Janival. Jól van. Indítjuk is. Jó? Felkészültetek? Persze. Akkor 3-2-1, és tessék. Ezek szerint már dolgozol, szia. Dolgozol már? Majd csak fogok. Ja, fogsz. Akkor a lámpacsinálás az a főállásod? Az. És ezt hol végzed ezt a munkát? 9. kerületben. 9. kerület, Budapest. Az, jól tudod. Szeretnél kérdezni? Kihagyom, most meghagyom neked még a lehetőséget. Uh-huh. Hogy telt a hétvégén? Köszönöm szépen, nagyon jó volt. Voltatok valahol? Családdal? Csak otthon? Igen. És elbuktam. A régi trükk. Jenny trükk. Szép volt, Jenny. Na, szép. Így van. Hát, pedig úgy tűnt, hogy meg lesz ez, Zoli, szépen, komótosan. Az meg lett végül, igen. Nagy hasítás nem volt a játékban Zoli részéről egyébként, de... Visszafogott, igen. Zoligám, ki van ott melletted? Hallottunk valami hangot. Összes kollégám itt van. Ja, már mindenki ott van melletted. Ők már csinálják a lámpákat. Van, aki igen, van, aki nem. Most éppen azt hallották, hogy beégtem, úgyhogy mindegy. Dehogy is. Nem, beégni nem égtél be. Sikerült, itt voltunk, játszottunk, csak bedurrantottad az igen. Nincs ezzel baj. Sokkal jobban ment a játék neked, mint Zsuzsinak. Az ezt a mondjuk igaz. Sokkal jobban. Igen. Gondolj erre. Zoli, nagyon köszi, jó munkát nektek. Köszi, hello. Ciao. Szia. Hello. Na, gyerekek. Jó vagy, Jani. Ez egy szép hétkezdés. Na. Ezt így kell csinálni. Ilyen legyen a közepe, meg a vége, az pont jó, mert akkor ugye 3-2 ide. Meg is vagyunk, igen. Connors és Lendl. Ők vannak ketten ebben a csapatban, visszatérve a Federer 1000 ATP győzelmére. Az Iván Lendl-t azt akartam mondani, mert ez az egyetlen név, amit tudok a régiek közül, igen. Hogy biztos benne van az ezresben. Várjál, nem biztos, hogy nem biztos, lehet, hogy hülyeséget mondtam. Aha, ja, nem biztos, hogy Iván Lendl, nem lehet, hogy Szergej Lendl. Ne arra gondolok, hanem, hogy lehet, hogy nem 1000 ATP győzelem, hanem az 1000. ATP meccse volt. Az meccse volt. Csak a győzelemből. 1000 tornát nyerni azért az már. Nem torna győzelem, hanem hogy a nyersz ATP-ken,
ugye attól még nem biztos, hogy a tornát megnyered, csak fordulókat, és lehet, hogy az összes, tehát az összes győzelme, nem ATP győzelem, hanem nem ATP meccs győzelem. Meccs. Az tehát ezredik az nyert az meccs. Na de nyert meccs vagy meccs? Mert most én ezen gondolkozom. Igen. Nem, szett. 26 ezredik fonákkal elütött keresztfonák. Az ezredik pontja. Írjátok már meg, most ezt én nem tudom, és ez engem most így zavar, hogy az ezredik ATP meccse, vagy az ezredik ATP megnyert meccse. Nem győzelem ez. Az SMS-ek több száz, hogy csak téged zavar a Balázs. Nem, hagyj már abba. Mindenki már elvesztett. Igen, ez egy ember zavar téged, te gyökér. Hagyd abba, minket nem érdekel. Na jó van. 7 óra van pontosan, jönnek a legfrissebb hírek. Utána, ha minden igaz, egy kicsit nyomozunk a benzinügyben, ugye? László, jól tudom? Hogy így tettük össze a dolgot? Picit megpróbálunk utána járni, hogy minek köszönhető ez a nagy esés. Rávilágítunk olyan összefüggésekre, amit még mi sem értünk. Mi irányítja, miért van ez, meddig megy a benzin egyáltalán, ki dönt erről? És egy csomó kérdés van ezzel kapcsolatban. Miért nem lesz olcsóbb egy csomó minden, ha itt olcsóbb a benzin Magyarországon? Hát reménykedünk benne, hogy azért mégiscsak olcsóbb lesz. Igen. Mert ugye drámai benzinárváltozást prognosztizáltak, azt mondják, hogy még lejjebb is mehet a benzinára, és hát ilyenkor ugye az ember azt várná, hogyha évközben mondjuk erre hivatkozva egy csomó dolognak emelik az árát, így van. Akkor most majd csökken. A fogyasztási cikkeknek miért nem csökken az ára, igen, ha már 100-150 forint a kevesebb egy liter benzin, ezt például senki nem érti. Úgyhogy felhívunk majd egy olaj- és gázipari elemzőt, hogy elmondja nekünk ezeket az összefüggéseket, és kíváncsiak vagyunk, hogy mit mond, úgyhogy egy kicsit komolyabb, de szerintem érdekes témával folytatjuk. Ákos, híre jutám. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál az éter nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ladies and gentlemen, ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt 12 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Egy kis diszkó itt a Morning Show-ban. Hello Feri, hello Jani, hello. Sziasztok, jó reggel. Drága hallgatók, hétfő van, indul egy újabb hét. Még mindig sötét van az országban. Valami szemerkél sok helyen. Hál' Isten komolyabb ónos eső nincsen. Azt sem mondhatjuk, hogy hideg van, 3-4 fok van országszerte, tehát enyhébbnek számít szerintem legalábbis a múlt héthez képest. Valami szmötyi jön az égből, de megállapíthatatlan a halmazállapot és minden más is. Nem tudjuk, hó, havas eső, köcitálás. Szörnyű beteg időjárás. Beteg egy idő van, igen. Hétvégén egy órákat töltöttem a garázsban, és halkópolcot szerelgetve, és közben maradik hajam is hullott ki mellé, és kijöttem egyszer csak a garázsból, miután ott voltam bent 3 órán keresztül, és kint melegebb volt, mint bent. Komolyan kijöttem, és mintha kitavaszodott volna. És egy picit igen, tehát hogy azért ez nem normális, hogy ilyen meleg legyen. Ilyen 17 fokot, volt ott 17 fokot, agyrém, agyrém. Igen, én szerettem, lehetett sétálni egy kicsit, végre kimozdulni, fél órára, mert aztán megint elkezdett esni az eső. Tehát kimentünk a kertbe, igen. Kimentünk a kertbe, és a gyerek mondta, hogy na jó, menjünk be, mert esik az eső. Tehát nagy séták nem voltak. Én csak tényleg nem akarok itt kötözködni, de ugye ez hanyadik sargópolcotok? Nem egyszerű. Ha szereltél már sargópolcot, Feri, akkor tudhatod. Ez illetve nem, mert nem tennéd fel a kérdést. Egy őrület, komolyan. Tehát, hogy ugye ezer helyen kell rögzíteni, minden egyes nyomorult csavart meg kell húzni, ezerféleképpen kell dolgozni. Jó, csak begyártasz valahova ilyen polcokat? Tehát, hogy megbíznak azzal, hogy az szerelés 1000 forint, és összeraksz ilyen salgó polcokat? Vagy hogy van? Pincébe szét kellett szedni, és átvinni a garázsba, és a garázsban nem fért be mind, és nem olyan formában, és szétszedni az egészet, és volt, ami be volt horpadva, volt, ami alacsonyabb volt, mint hogy kellett volna, volt, ahol nem volt elég csava, és megőrülök tőle, de már kész van. Most már ezzel többet nem kell foglalkoznom. És úgy rögzítettem a falhoz, hogy már nem is lehet levenni többet. Tehát, hogy az már a fal részévé vált. Olyan, mintha vakolat úgy van rajta. A soha többet nem szedül senki. Soha a büdös életben. Igen. Na jól van. Azt mondja, hogy áll a sor Zirc és Eplény között a 82-es főúton, ráadásul tükörjég van, úgyhogy mindenki kerülje az utcakaszt, ezt Krizsi küldte nekünk. M3-as pálya baleset és jardmentes, üzeni Miki. Aztán a 8-as főúton Herend és Városlőd között baleset, rendőr már kint van, ezt Laller küldte nekünk. Jó reggelt, a 37-es út 4-es kilométerénél mérik a Miskolc felé haladókat, a lámpa mellett megbújva, szép napot üzeni Sasza. Aztán a Bakonyban, Eplén és környékén tiszta jég, mindenhol elakadt kamionok, vigyázzon mindenki, és az M3-ason a 204-es és a 205-ös kilométer között mérnek Budapest felé.
Rozsét megtudtad-e? Megtudtam. Kérdezem, megtudtam. Ezredik győzelme volt az ATP versenyeken, 227 veresség, tegnap nyerte a 83. tornáját egyébként, és a meccs és torna győzelmekben csak Iván Lendl és Jimmy Connors előzi meg. Cameron Roger, ez volt az SMS küldő. De gyert 1000 mérkőzést, ugye? Így van, és a 83. torna győzelme. Ez horror, tehát hogyha még valaki nem is annyira rajong a teniszért, annak érdemes utána számolni, hogy 2001-ben szerezte az első torna győzelmét, hogy az elmúlt időszak, hogy az évi hány torna győzelem? 83. Kemény gyereke, hát Roger, nem véletlen, és még mindig úgy játszik, mint a kötéle húzánk. Én letöltöttem egy alkalmazást, gyerekek, csak mondom, Tenisz TV, mutattam a Janinak pénteken. És mondta, hogy jó, köszi, Jánok. Mondta, hogy ez nagyon érdekes, nem elmentem elvégezni. Nem, képzeld, arról szól az alkalmazás, hogy picike, letöltöd, Tenisz TV és az összes ATP, VTA, kivéve talán a Grand Slameket tudod iPhone-on nézni. Az anyja, úristen. Előfizetsz egy TV szolgáltatásra, és a világon egyszerre egy időben összes ATP, női, férfi, VTA, mindent tudsz nézni, kiválasztod a menüből, hogy melyik meccset akarod nézni, és kirakja neked iPad, iPhone, laptop, bármire, és otthon ülsz, és ha mondjuk a Digi, vagy a Euro, vagy a Sport egy valamelyik nem közvetíti, akkor is van egy negyedik szálam már, egy telefon, és a telefonon keresztül berakom a fülest, és este ágyból nézem, mint a Brisbane-t. Hát, figyelj, megőrülök. Nagyon súlyos. Megőrülök annyira. Viki ott olvas mellettem, iPhone, telefon be, és egy kis tévén nézem. Tegnap úgy néztem Federert, hogy mentem teniszre, mert éppen edzettem egy órát, és közben a kormányra kitettem. Na, ezt nem akarom hallgatni, hogy a hülye Federer miatt törsz össze embereket. Nem, mindig kikapcsoltam, ha mentem, csak piros lámpánál. Csak piros lámpánál mindig visszakapcsoltam, és ott láttam, hogy mit csinál a Raonic-sal. Van egy ilyen alkalmazás, Tenisz TV. Nem hiszed el, hogy mik vannak. Látod a csillogást a szememben, ugye? Látom, hogy úgy beleborzongsz, és azt is látom, hogy lootbőrözöl kicsit, áll a szőr a hátadon. És mit tudom én, nem tudom, 15 euró egy hónapban. Most mondta egy ismerős, akivel szintén játszunk, hogy ezt érdemes letölteni. Letöltöd? De nézhetsz rajta bár. Mint jó, nézheted a Sarapovát is, azért ő nem egy rossz csaj. Ennyi szóval sem. Nem rossz csaj, de most a teniszezés közben vannak más, olcsóbb tévécsatornák, ahol na mindegy. Ahol más látsz egyébként. Ott még ruha nélkül is van. Csak mondom, hogy azoknak, akik szeretik, van egy ilyen alkalmazás. Hogy a gyerekkorunkban az mennyire egy ilyen elérhetetlen, mennyire egy ilyen skifi jellegű sztori volt az egész. Hogyha egy picit belenézhetél volna a jövőbe, és láttad volna magad ülni itt a szerkesztési szobába, először nem csodálkoztál volna, mert ugye a falak, a radiátor, meg az íróasztal az ugye full 80-as évek eleje, de hogy egyébként a technika az megdöbbentős. Valamelyik nap láttam a Tőzsde Cápák című filmet kb. Ezredszerre az egyik televíziós csatornán, és abban van, hogy Gordon Gekko, az egyik fős, ugye a Tőzsde Cápa, vásárol a fiának ajándékba egy ilyen kis televíziót, egy ilyen kis formátlan, ormótlan, háromszor akkora, mint egy, hogy hívják, mint egy iPhone, és kis fekete-fehér képernyő van rajta, egy pici kis mini tévé. És emlékszem, hogy amikor ezt először láttam, amikor láttam ezt a filmet, és benne volt ez a tévé, akkor így, úristen, de durva, de jó lenne nekünk egyszerre. Hát, nálunk ilyen úgyse lesz. És nem is volt. És most megnézed a telefonodon. Csak a Color Star TV. Nézed a telefonon a tévét. Igen, és most meg? Most meg. Te pénteken délig itt ültem és néztem. Hát van, mert akik elmentél, haza tudtak már menni. Voltál, már mindenki hétvégézen, én el nem megyek, valamilyen élő meccset néztem, itt letett, a Júli volt bele egyedül a szerkesztőségbe, dumáltuk, délbe indultam, elmondom, meccset nem hagyunk itt. Úgyhogy azt néztem. Na, gyerekek, benzinár. Ez egy érdekes dolog, nem? És rájöttem hétvégén, hogy egy csomó minden nem értünk ezzel kapcsolatban. Vagy hát legalábbis van egy csomó laikus kérdés, ami szerintem hallgatóinkban is megfogalmazódik. Hát a legfontosabb ugye az, hogy legalábbis szerintem, vagy azok szerint, akik nyilván a zsebükből indulnak ki, hogyha a benzin ár emelkedés állandóan visszaköszön a magyarázatokban, amikor például, mit tudom én, autópályakezelésről, vagy útdíjakról van szó, vagy útépítésről van szó, vagy kenyéráról, vagy tejáról, meg ilyesmiről van szó, akkor amikor csökkentik az árat, akkor miért nem köszön ez ugyanígy vissza ezekben a költségekben mínuszként? Igen. A fogyasztási cikkek miért nem lesznek olcsóbbak? Lassan 100 forinttal fizetünk kevesebbet, mint egy évvel ezelőtt. Ugye emlékeztek, még 4,30 meg 4,50 is volt az üzemanyag ára, most pont egy százassal kevesebb. Ez már nagyon jó. Ha az üzemanyag olcsóbb, akkor nyilván a szállítási költségek is olcsóbbak. Ha pedig olcsóbbak a szállítási költségek, akkor elviekben ennek nem szabad. Igen, ez valahogy nem hallott. Tehát tényleg megy föl a benzin
forintot, és emelkedik minden. Hát csökken a benzinára 150 forintot, nem tudom hány éves szinten van most újra a benzin, ugye az üzemanyag, és semmit nem hallottál, hogy olcsóbb lett volna, vagy azt mondták volna, nem tudom, pékek, cukrász, mit tudom én, hogy olcsóbb lett újra valami, mert ugye az üzemanyag ára is még 100-150 forinttal kevesebb lett. Csak én azt nem értem, hogy túlkínálat van, és azért lett olcsóbb. De hát mindig is ennyit termeltek, tehát az OPEC ugye kijelentett, hogy ők nem csökkentik a kitermelést annak ellenére, hogy esik az ár. Mégis azt mondják, hogy kevesebb a kereslet, túlkínálat van. De mitől lett kevesebb a kereslet, ha eddig ugyanennyi üzemanyagra volt szükség? Hát a világgazdaság csak... ugye nem annyira dübörög, nem vesz fel annyi üzemanyagot, nem csak üzemanyagot, mert azért ez mit tudom, fűtőolaj, mindenféle, vannak olyan kőolajszámlázékok, amiket az ipar használ, vegyipar, stb. És ezt a kőolajmennyiséget nem veszi fel, vagy legalábbis annyit, amennyit korábban fölvett a világgazdaság, viszont nem akarják csökkenteni a termelést, mert hát nyilván nekik még így is bőven megéri. És akkor ezért esik az ára. Szaúd-Arábiában azt mondták, hogy gyerekek, hát nem, mindegy, érdekes, hogy mennyi, mi nem csökkentjük. Akár a 20 dollár is lesz a hordonként jár, mi akkor se csökkentjük a kitermelés. Nekünk így is bőven megéri. Képzeld, mennyit keresnek rajta, amikor mondjuk 80 vagy 100 dollárért árultak mondjuk egy hordó brandet. Most meg azt mondják, hogy még a 20 dollár is megéri nekünk. Hát gondolod, nem is csodak az. Ez azt jelentette, hogy körülbelül azt mondja, hogy 100 dollárt kerestek hordonként. Hordonként. Mert hogy 5 dollár körül van a kitermelési ár. 5? 5. Szaúd-Arábiában. Aha. 5 dollár körül. Miért fizettünk mi 4,50? Hát azt kérdezd meg a szaudi királyi családtól. Hát állítólag van benne még egy tételezés, hogy ugye a dollár meg a forint árfolyam. Most az milyen? Ti szoktátok ezeket nézni. Erős a dollár. Erős a dollár? Hát de a dollár most igen, nagyon erős. Még szerintem lesz a forinthoz képest is, de erős. Mert két összetevője van. Egyrészt a nyers olajnak az ára, másrészt a forint dollár árfolyam. Tehát a hazai állítólag a hazai benzin árának ez a két összetevője. Igen, van, ami változik benne. De most ebben az esetben egy tendenciáról beszélünk, ami az egész világban jelen van, tehát igazából nem számít. Ez csak a nyers olaj. A dollárnak meg a forintnak a viszonya. Ez most és a például a gázolaj még drágább, mint a benzin. Sok többet kell velem mújolni, vajon? Hát ez is érdekes kérdés, persze. Mert állítólag azt mondják, hogy a benzin az jobb üzemanyag, mint a gázolaj. Tehát a szerintem ez szimplán biznisz, tehát egyszer már egy dízelautó van, hogy hát sokáig ugye a dízel sokkal olcsóbb volt. Igen. És ennyire elszaporodtak a dízel... ennyire elszaporodtak a dízelautók, most már ugye drágább a dízel, de szerintem ez szimplán csak biznisz. Tehát egyszerűen az a drágább, amire nagyobb kereslet van, és annak valahogy föltornázták az árát. Igen, igen. Na, mindjárt minden megkérdezünk, van egy olaj- és gázipari elemzőnk, Plecser Tamás. Hello Tamás, jó reggelt kívánunk! Ciao. Jó reggelt kívánok, üdvözöllek benne! Hello! Nagyon mosolyogsz, amikor három laikus így beszélget a benzináról? mindig érdekes ez számomra, de nem szokatlan, többen is hasonló kérdésekkel bombáznak engem minden nap. Hol lehet a vége szerinted? Ugye most láttunk hétvégén, legalábbis én olvastam én elemzéseket, hogy volt egy kicsi felpattanás, tehát erről 48-50 dolláros árról, mintha most elindulna felfelé, de elképzelhető, amit például a Szaúd-Arábiában hangoztatnak, hogy akár 20 dollár is lehet az olajhordonkénti ára? Azt kell mondanom, hogy nem elképzelhetetlen. Ahogy mi most látjuk itt a piacot, nagy túlkínálat van, és ez a túlkínálat valószínűleg lejjebb fogja az idei év során még nyomni az árakat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy van esélye a 20 dolláros olajárnak. Ezt a túlkínálatot nem értem, itt a Jani mondott rá egy abszolút elfogadható érvet, hogy ugye nem használunk annyit. De hát egy éve is volt már válság, két éve is volt már válság, és akkor még az egész világnak kellett az üzemanyag, kellett a benzin. Egyszer csak mitől lesz túlkínálat, ha mondjuk ugyanannyit termelnek ki? Egyszer csak nem kell senkinek? Vagy hogy van ez? Nem, azért ennek én azt gondolom más oka van. Ha végignéztek az elmúlt néhány éven, nagyon magas volt az olajár, tehát ez a 100 dollár fölötti árszint, ez nagyon sok beruházást vonzott az iparba, és ez a sok beruházás egyszer csak meghozta az eredményét, tehát most hirtelen sokan akarnak a piacon olajat eladni. Itt az oroszokkal való kiszúrás benne van például, hogy van mondjuk egy háttéralkú Szaúd-Arábiával, vagy az OPEC-kel, és mondjuk az Egyesült Államok, és azt mondják, hogy hát kicsit akkor szórakozunk az oroszokkal, próbáljunk velük kiszúrni, nyilván ez nekik tesz be a legjobban. Lehet egy ilyen háttéralkú szerinted? Én ebben nem igazán hiszek. Előteljes a szóbeszéd a piacokon, hogy van egy ilyen fajta megegyezés, de ha megnézed azért ezeket a piacokat, hát eladóból is több száz van, és vevőből is több ezer van. Most a legnagyobb eladó, Szaúd-Arábia önmagában nem teszi ki 10%-át a piacnak. Tehát én nem hiszem, hogy ez állna a háttérbe.
Én azt látom, hogy nagyon sok területről, például Észak-Amerikából, Irakból, de akár Oroszországból is egyre több kőolaj érkezik a piacra, és hát az a dinamika, ami a keresleti oldalon volt, az most nem látható, tehát a kínaiak, akik korábban nagyon gyorsan növekedtek, most jóval lassabban növekednek, úgyhogy ez a két tényező együtt okozza az alacsonyabb árat. Évek óta lehet arról hallani, hogy a fosszilis üzemanyagok végesek. Tehát, hogy a benzin is, ugye a kőolaj is véges, vigyázni kéne rá. Most ehhez képest azt mondja Szaúd-Arábia, hogy gyerekek, kit érdekel, mi csak termelünk. Ha 20-20, ha 20 dollár, nekünk úgy is megéri, baj, eláll. Érted? 15 van rajta. Akkor most mi az igazság? Van elég, vagy nincs elég? Hát az a helyzet, hogy nagyon sok van belőle. Sőt, az utóbbi évek azt hozta, hogy új technológiák vannak, amelyek olyan kőolaj és földgázlőhelyeket is ki tudnak termelni, amit korábban nem. Úgyhogy én azt gondolom, hogy bőven van olajból és gázból. Sokkal inkább veszélyes ügy ez abból a szempontból, hogy mehekszik a föld, mint sem abból a szempontból, hogy nincs elég kínálat. Mikor láthatunk árcsökkenés? Vagy például, amikor a világban voltak ilyen nagy benzinárcsökkenések, vagy kőolajárcsökkenések, akkor láthattuk azt, hogy amikor emelkedés van, és emelkednek a fogyasztási cikkek, akkor előbb-utóbb van egy ilyen árkompenzáció, és mondjuk 100-150 forinti literenkénti olcsósodásnál, hogy így mondjam ezzel a szóval, akkor például a fogyasztási cikkek ára is lemegy, vagy ez nem szokta követni? Mert emelkedésnél mindig látjuk, nem? De csökkenésnél valahogy ez általában elmarad. Hivatkoznak is rá nagyon sokszor. Igen. Nem feltétlenül kell ennek bekövetkeznie, ez természetesen függ attól is, hogy hajlandó-e és akarnak-e az eladók csökkenteni az árakból. Általában azonban azt következik ilyenkor be, hogy azért valamilyen szinten csökkennek a végfelhasználói és árak is, tehát a termékárak, mondjuk a kenyértől kezdve a bármilyen használati eszközik. Úgyhogy igen, ilyen hatás van, és egyébként félnek is ettől sok helyen, hogy egy lefele tartó árspirál alakul ki több országban. Ez gazdaságilag szintén nem egy jó dolog, kicsit olyan, mint egy infláció, ha nagyon elszabadul. Tehát igen, ilyen hatás van, és ez könnyen be is következik. Jó, azért ne izguljunk, hogy 5 forint megint a vizes zsemje, ugye? Nem értem még benne. Ez forint a kenyér, a kenyér. Milyen csak itt még egy dolgot elkezdtünk Tamás fejtegetni, ez a benzin és a gázolaj közötti különbség. Hogy hosszú éveken, évtizedeken keresztül az volt, hogyha olcsón akarsz autózni, akkor vegyél dízelautót. Most meg ez megfordult, már legalábbis ami az üzemanyag árát illeti. Ez mind múlik, hogy mit mennyiért adnak? Ez is piac? Igen, ez is piac. Azt lehet megfigyelni globálisan, hogy a dízel iránti kereslet jóval erősebben nő, mint a benzin iránt. Ez nem egy újdonság egyébként, mert az elmúlt 5-10 évben erről beszéltünk, és nem is meglepő ennek megfelelően, hogy a dízel ára jobban nő, mint a benziné. Még azt is hozzátenném egyébként, hogy adóban egyelőre a dízel alacsonyabb, mint a benzin. De hello! Ezt most miért kellett bemondani? Most megadjál már tippeket, Léci. Na most a hallgat minket a Varga úr. Én tudtam. Tudtam, hogy ennek lesz jó vége. A Gyuri bácsinak felcsillant a szeme. Hallottátok, mit gondolom? Na csapjunk csak oda. És sajnos van arra törekvés, hogy egyenlő legyen a két adó. Persze ez nem a benzin adójának csökkentésével jár, gondolom én. Figyelj, azt tudjuk, hogy ők egyébként mennyit keresnek egy hordon, hiszen ha 20 dollárért is megérti, akkor ha 100 dollárért adják hordonként, nyilván nagyon sokat. De ha még 20 dollárért is, akkor valójában mennyibe kerül? Ha mondjuk nem teszünk rá mindenféle profitot egy hordónyi olaj, ami hol 100 dollár, hogy mondjuk 50 dollár, ha mondjuk nézzük egy hordó Brentet körülbelül. Hát nézd, hogyha a szaudarábiaiakat nézzük, akik a legolcsóbb termelők a világon, ők még 20 dollárnál is keresnek. Valószínűleg olyan 10-15 dollár körül lehet az összköltség számukra. Na most két olyan kérdést hadd szúrjak be. Mekkora egy ilyen hordó? Hány liter? Azt át tudjuk fordítani? Biztos át lehet, mondjuk egy hordó Brent olaj az meg. 159 liter. 159 liter 10 dollárba kerül, csak mondom. Számoljatok utána, kedves hallgatók. Ez az egyik kérdésem, amit én nem tudtam. Te annyira tankolsz egy liter. Ugye? De kis tűzés, hogy 10-et mondjuk, igen. Na, 159 litert csinál belőle igen. A testvér. Ez az egyik. A másik meg, mi ez a Brent? Ezt mindig mondjátok itt a Balázs is, okos már, meg te is. Brent tesztek. Mi az a Brent? Nem, hát kőolaj azért egy nagyon széles fogalom. A Brent az egy típusú kőolaj. Aha. Az a típusú kőolaj, amit egyébként az északi tengeren termelnek ki.
Ennek megvan a pontos specifikációja. Európában ez az egyik legfontosabb iránymutató olajár. Uh-huh. Ehhez áraz mindenki a saját olaját minőséghez. Minőségtől függően. Még egy fajtát dobjál már be, hogy tanuljunk a brenden. Hát nekünk magyaroknak a legfontosabb az Urál típus. Ez ugye az a keverékolaj, amit az oroszok exportálnak felénk. Uh-huh. Ez gyakorlatilag a második legfontosabb iránymutató olaj. De gyakran lehet a hírekből hallani például az úgynevezett WTI típust, ez egy észak-amerikai VTI, felének elég mondom, hogy ér. Dupla VTI. Dupla VTI. Ez olyan, mint a TDI. Abból van, nem? Dupla VTI. Hogy azt is gyakran lehet hallani, azt kezdted el mondani, igen. Az egy másik típus, ugye? Igen, ez egy másik típus, hasonló minőségű, mint a Brent, viszont Észak-Amerikába kereskednek vele, és a leszállítása is Észak-Amerikán belül van, ami egy nagyon fontos tényező, míg a Brentnek a leszállítása a Rotterdam, tehát egy tengeri leszállítás, egy nagy különbséget tud a kettő okozni. Hol a vége szerinted elképzelhető? Tudom, hogy ezzel indítottuk a beszélgetést, de mint ami 2-3-4 hónapomból akár 300 forintos benzinár, ez lehet? Én azt gondolom, hogy az benne van a pakliba teljesen. Én azt hiszem, hogy erről az 50 dolláros áról még lejemeltünk rövid távon, mert akár az a 30-40 dolláros szint is elképzelhető. Azt is azért hozzá kell tennem, hogy mi ennek nagyon örülünk, de azt tudnotok kell, hogy ezeken a szinteken azért már visszafogják a beruházásokat az olajtermelők, úgyhogy azért ennek egy pár év múlva komoly böjtje lehet. Uh-huh. Mert gondolkodjuk rövid távon. Tehát, hogyha az... Egyszer élünk. Az, hogy látszani fog a tejben, meg a kenyérben, akkor mi örülni fogunk. De egyébként sokszor szokták azt is mondani, hogy ugye nem követhetik napról napra, ugye az olajnak az ára gyakorlatilag akár napról napra is változhat, és ugye az árak, a kenyérnek, meg a tejnek az ára meg nem változhat napról napra. Nem lehetne azt megcsinálni, hogy mondjuk az év végén azt a pénzt, amit rajtunk, ugye, illetve az olajon megspóroltak, azt így megkapnánk karácsony ajándéknak? Tehát most komolyan kérdés. Kis névre szóló borítékban 10 millió magyar lakos megkapja. Mert ha emelkedik az üzemanyagok az ára, akkor azt ugye rögtön megérezzük a pénztárcánkon. Na most azt gyakorlatilag nekünk spórolják meg. Hát mi vagyunk olyan forrasztó. Ahol verseny van, és azért ez egy alapvetően versenygazdaság, ez a magyar gazdaság is, ott előbb-utóbb azért a termelők ebnek a nyereségét valamilyen szinten visszaadják a fogyasztóknak. Tehát azért ez ki fog erőszakolni egyfajta árcsökkenést. Tehát válaszod, vagy a kérdésedre a válasz az, hogy igen, jó eséllyel lesznek olcsóbb árak Magyarországon is. De már hogy kapják vissza a fogyasztók, hogy még több elégedett arcot lehet majd látni a száz leggazdagabb magyarról készül? Nem, én úgy gondolom, hogy úgy, hogy a vizet zsembe ára csökken. Ez a legfontosabb. Ezt értjük, nem a Brentetet. Nagy játszma ez egyébként, nyilván az ember így próbál belelátni, hogy mi zajlik ott a kulisszák mögött. Érdekes, érdekes kis geopolitikai játék. És ha Janival például most veszünk tavaszra egy 10 000 literes ilyen nagy tartályt, és megvesszük 300 ér a benyát. Így van. És amikor fölmegy 450-re, akkor neked eladjuk. Hazagurítom, jó, mondjuk 50-30, mert Feri emeleten lakik oda, csak 30 hordót, meg a főcímet. Elmondom, Feri, hogy úgy 60 éve kitalálták a tőzsdét. Ne hordót vegyél, papírt vegyél. Papír? Az anyja úgy is. Egyrészt nagyon nem... gyúlékony, ha a garázsba tartod. Kettő, hogy a magyar tőzsdé jegyezhető a hordónként. Jár 50 dollárért, veszel X-ért, ha 3 hónapban 80 dollár lesz, akkor kerestél 40%-ot. Ne hordót vegyél, papírt vegyél. Azt, hogy neked papíron fő van írva, hogy van benzin. Igen, azért amire az ifáról lepakolják oda, a szén mellé nálatokat kicsit gondolom. Negyedikre, mire fölpakolják. Vegyél papírt a magyar tőzsdén, a Buxa jegyezhető, azt hiszem talán vagy a Brent, vagy a VT, ugyanúgy megveszed most 50 dollárért, és a fölmegy 80 dollárra sokat ennyi kerestél. Nem, így van, Tamás? Olyan fafej vagy, vedd meg olcsón, de drágán, ennyi az egész basszus, hányszor kell még Mi van a magyar tőzsdén, Tamás, a VT, vagy a Brent, vagy mindkettő egyébként? Itt elsősorban a VTI-re lehet egyébként fogadni és spekulálni, de természetesen bárhol máshol a világon, szinte bármelyik típusú kőolajára. De VTC-re is lehet egyébként. Te tőzsdézel vele? A VTI-vel? Vagy mi? Én személy szerint ezzel nem, de természetesen figyeljük és ajánlgatjuk a befektetőknek, hogy mit lépjenek, mit tegyenek. Még válaszolva a kérdésedet, tényleg egyszerű papíron kereskedni, már csak azért is, mert itt azért nagyban tárolják,
meg kezelik is ezt az olajat. Igen, meg nem lesz olajos a kezel. Tudják, de azért ez nem feltétlenül tud évtizedekre elállni egy tartályban, ha nem kezelik. Na jó, de a papírra nem megy az autó. Igen, nem ismered a Feriéket, ott egy félbevágott malac is van az erkélyen. Tehát ott a két hordó Brent olaj azért simán elfér még. Itt lógnak a sonkákot, érted a negyediken. Hol van a jó beszálló szerinted, Tamás, akkor segíts egy kicsit. Tehát mondjuk most ilyen 48-50 körül mozog. Várnál még, míg beesik 40-re, vagy ez az 50 dollár, pont olvastam talán, amíg nagy tőzsdecápa mondta, hogy az 50 az már jó beszálló lehet. Hogy... nagyon nehéz ezt megjósolni, de én azt hiszem, hogy ha most nézem a piacot, én nem látom azt a tényezőt, ami még egyelőre ezt a csökkenést megállítaná. Tehát én még azért a beszállással, ha vételi irányt nézzük, akkor várnék. Tehát én azt hiszem, hogy egy 40 dollár körül, vagy az alatti szint elképzelhető, és én ott már biztosan Azt már mennél. És azt hallottuk, hogy az asszályos évek nem tettek jót a kakaóbabnak. Hol van a jó beszálló? Hallom, hogy... A kakaót nem ismerem, hanem az olajjal foglalkozom, srácok. Oké. Tamás, nagyon szépen köszönjük, ha van mozgás, hívunk, jó? Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm én. Köszönjük szépen, Tamás, az Erste olaj és gázipari jellemzőjével beszélgettünk. Érdekes, érdekes játszmák ezek. Nekem annyira tetszen egyébként ez a kicsit ilyen hétköznapi és kézzelfogható tőzsdézés, amit mondjuk így a Feri képvisel, hogy venne mondjuk babot, venne mondjuk alumíniumot, venne egy kevés olajat, ezt azt amazt értem. Most gondold el, mondjuk van mondjuk 1 millió forint. Így van. Ahol veszel 40 dollárért. Az olaj mondjuk visszapattan, és a szaudiak azt mondják, hogy jó, oké, akkor újra kicsit van kereslet, nem, mondjuk fölmegy 60-70 dollárra, az azt jelenti, hogy az 1 milliótból csináltál 1 millió 4-et úgy, hogy a banki kamat 2%, ehhez képest te kerestél mondjuk 3-4 hónap alatt 50%-os. 50%-ot banki kamattal 40 év alatt keresel meg. Tehát a 2%-os banki kamathoz mondjuk egy 1 millióban, és ez 1 millió 4-et 3 hónap alatt az olajára visszapattan, egyébként nem rossz. De hogy teszem bele a papi? Jön az egyenleg, Ferenc, önnek az egyenleg, az 1 millió forintból 320. Tehát ebben benne van a rizikó is, de mondjuk 40 dollárnál, ha beszállsz és visszapattan 8-nál, az azt jelenti, hogy 100% mondjuk egy éven belül. Hát egy éven belül mutass nekem még egyet, mi 100%-ot hoz. Jó, csak a tankban nem tudom a papírt begyűjtni. Hát egyrészt ez, másrészt meg mit szól a közös képviselő, hogyha megjelenik ott még ott 30-40 hordó olaj. Érted, ott a kukatárolóba. Feri viszi a hordót, mit csinálsz, Feri? Tűzsdíz a banyag, papírt vegyél, ne olajat. De hova rakjuk, nem fér be a gyapot mellé, már több. Gyúlékony, te barom, papírt vegyél. Papírt, miért a papírára is föl fog menni? Tűzsdízem, Ferikem, tűzsdízem. Jó is az, jó is az. 7:30 út pontosan, 6 perccel. Lehet jelentkezni Oven bácsira, Berunénire, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 3:40, pontosan, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, hétfő reggel van, elkezdődött a hét, és le is zárták az M2-est az M0-ás felhajtójánál a Megyeri híd felől. Uh-huh. Ezt SMS-ben kaptuk, köszönjük szépen. Aztán mérnek az 54-es úton, az M5-ös és az autógyár között félúton, mindenki vegyen e-papírt, abban van a pénz, küldte nekünk Orsi. Megvettem a hétvégén. Mit vettél, éveset? Éveset, hát, én neked nem, figyelj, kell. Elkezdtem gondolkozni rajta, így leültem, hogy kiszámolom, hogy egy havi vagy a megye matrica évesre 5000, hova megyek, az biztos, azt meg kell vegyem, itt tartottam olyan 30-nál körülbelül, hogyha anyámhoz elmegyek, ha ide. Nem, hát rengeteg ingázol, mentek ide-oda, hát neked csak az kiket éves jön szóba. Kiket mennem a hétvégén, akkor a négyes útonak is szakasz, ugye rögtön. Igen, hát mondom, de te mész fellépni zenekarizni, hát neked csak az éves. Pontosan, csak az éves. Mondom, én nem szórakozom ezzel, hogy ne jól tudjam, tetted, hogy mikor megyek föl, mikor megyek le, hol kell fizetni, hol nem, éves matrica, sose vettem még. Most megvettem. Hát, neked ad, neked egyértelműen az. Persze, persze, igen. Az ember nem tud mit csinálni. Kíváncsi vagyok egyébként, most azt mondják, hogy hónap végéig várnak, és aztán felülbírálják majd a saját döntéseiket, és lehet, hogy egy-két szakasz kikerül. Hogy mennyi részszerű döntések lesznek, aha, milyen szakaszok kerülnek ki, nagyon kíváncsi vagyok. Hát, hogy január végén, február elején elemzik, uh-huh, a beérkezett tapasztalatokat, és akkor megnézik, hogy mely szakaszok kerülnek ki, mik lesznek az újak, amik bekerülnek. Márciusban hát bizonyíthatóan én fölöslegesen vettem mondjuk éves matricát. Te biztos, hogy nem vettél fölöslegesen. De ha valaki azt mondja, hogy ő az újra gondolt szabályzás után, tehát van 3 olyan útszakasz az ő területén, ami nem kell fizetnie, vajon mehetsz vissza, hogy akkor adják vissza? Nem hiszem. Nem mi? Nem. Na, nem is olyan sok szakasz fog kikerülni, tehát azért ez nem azt jelenti, hogy mondjuk a most életbe lépek szakaszok felét kiléptetik, és akkor egyszerűen fölöslegesen veted, egy-két szakaszt néznek meg, és akkor azokat lehet, hogy felülbírálják.
Úgyhogy hát kíváncsi vagyok. Na itt most megy ugye itt a Budaörsel a húzavona, vagy közvilágítás képizeti, hogy fizeti, kíváncsi vagyok, hogy ennek mi lesz a vége. Visszamenőleg biztos nem kapsz vissza a pénzt. Az, mert az olyan lenne, mint hogyha például ugye a vizes zsömlének az ár. Érted? Tehát, hogy most már olcsóbb az olaj. Aha. Ami ahhoz a bizonyanyaghoz kell, amivel egyébként kiszállítják az üzletekbe, tehát nem fogod utólag visszakapni azt a pénzt. Aha. Tehát bemegyek, és még ők ad, veszek zsemjét, és még kapok pénzt. Oly, de szépen mondod, zsemje. Vár nálunk falun így meg zsemje egész pontosan. Na most ezt a tőzsdézést akarom még megkérdezni, hogyha vesztek ilyen papírt, igen? Hol tárolják azt a benzint, vagy a Brentet, amit te megvettél. Amiről neked papírod van, érted? Hát honnan tudod, hogy a te papírod mögött van Brent? Na, most meg. Hogy van-e valós fedezet a papírod? Hát ez az. A komplet 60 éves tőzsdei most az egészet felívelés, egy mondatottal porrázult. Tehát Wall Street-re elkezdtek remegni. Érted? Tehát ki ez a Rákóczi Ferenc, aki Magyarországon egy mondatával megingatta ezt? Veszitek a hülye papírt, van mögött? Honnan tudod, hogy van-e egyáltalán Brentje, amit elad neked? Hát láttad a Brentet? Nem láttad. Hát neked csak egy papírod van. Ugye? Igen. Na, tessék, gyere. Most lehet jönni. Jó, lehet egyébként jó a kérdés. Kutyafállat megfogtál. Igen. Hát, ha veszel OTP papírt, hol a igen? Bank mögötte? Hát egy papír, nem kér el a bank. Ugye? Tényleg. Na? És akkor részvényesként, hogyha bemegyek egy bármilyen OTP fiókba, akkor magamhoz vehetek bármit olyan százalékban, ami már az az enyém. Letörök egy darabot a pultnak a szélén. Nára ugyanúgy, mit csinál a pult meg? Részvényes, hogy iszol egy kávét, nyomsz egy 3-1-ben kis tejszínt belönt, és belenézel a hűtőbe. Részvényes vagyok, vettem 2 darab OTP vagyok, ne szóljon be. Enyém is. Kazi azt írja egyébként, Feri, hogy ha tőzsdézni akarsz, akkor van olcsó eladó márkája, úgyhogy abszolút megveszem. Hozzáteszem, hogy ha van, akkor én szívesen megveszem, mert a márkát még mindig visszaváltják. Tényleg? Persze. Na. Még mindig váltják. Még egyébként. Mindig. Úgyhogy ha valaki talál, nem találnak. Nehogy valaki eltüzelje. Az nem jó. Az nem jó ötlet, igen. Na játszunk, jó? Itt van a játékosunk, mi pedig Óven bácsival és Beru nénivel játszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint útolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok! Annabella, jól mondom? Igen. Annabella, hello, jó reggelt! Milyen sziasztok. Szép neved van! Köszönöm szépen! Szereted? Igen. Annabella. Jó, nem? Olyan szép, szépen cseng. Hogy becéznek? Ani. 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 Az jó. Ani, hol vagy? Birminghamben. Ó, oh, hát az nem itthon van. Nem. Hogy már ez egyszer? Hát, ugye? Azért rohadt nehéz dolog ilyen okosnak lenni, ez egy magányos életérzés azért ott. Ja, az nem, az piatorbágy. Igen, bukatsz piatorbágy Birmingham. Ah, és ott akkor online hallgatsz minket, de jó. Igen. Mit csinálsz te ott kint? Hát én most itt vagyok a kislányommal. Hoppá. Tehát ott éltek. Akkor az egész család kiköltözött. Igen. Mióta vagytok ott kint? Hát több mint 2 éve. 2 éve? De és az urad mit csinál? Miből tartja el a családot? Hát ilyen pékségben dolgozik. Hol dolgozik? Ilyen fánkocsnál. Fánkot süt, pékségben dolgozik. Igen. Mennyi odakünn a vizes zsömje? Mennyi a fánk? Hány euró? Figyelj, és hogy egyszer csak vettetek egy nagy levegőt, és azt mondtátok, hogy itthon nincs lehetőség, irány külföld? Vagy volt egy barát, aki szólt, hogy gyerekek, gyertek, lehet fánkot sütni? Hát szüleimnek vállalkozása volt otthon, és csődbe ment, szóval először ők jöttek ki. És aztán befejeztem a tanulmányomat, és én is kijöttem, öcsém is, úgyhogy nem láttunk otthon jövőt. Aha, nem volt perspektíva. Milyen érdekes, hogy a szüleid döntöttek úgy, hát azért az ember egy bizonyos kor fölött már ebben nem mer belevágni, mert azt mondja, hogy nem beszélem a nyelvet, itthon a lakásom, nem merek kimenni, mégiscsak barátok, család. Mindenféle nyelvtudás nélkül, vagy esetleg nyelvtudásra vettek egy nagy levegőt, és azt mondták, hogy irány külföld? Mindenféle nyelvtudás nélkül. És aztán itt tették el úgy tanulgatni a nyelvet. De jó. És most hogy vannak, vagy mit csinálnak? Ők Londonban élnek mindig. Ne, akarom, tényleg? Hogy jöjjenek ide. Aha. És megtanultak angolul? Bérelnek lakást? Anyukámnak kicsit jobban ment a fának, de... Uh-huh. És mit csinálnak, vagy miből élnek? Szállodába dolgoznak. Mennyi idősek a szüleid? Apukám 50, anya 48.
Hát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fiatalok, igen. Van jövőm. Igen, hát még 5 évig. Nagyon klassz. És találtak munkát, és tudnak dolgozni. Igen. De helyesek. De azért ez egy nagyon, nagyon, nagyon bátrak. Nagy, nagyon bátrak, igen, egy bizonyos kor fölött az ember ezt már nem meri meglépni. Bátrak is talpra esettek. Igen, azok. Jó. És hogy érzik magukat, mit mondanak? Azért így 50 évesen megszokni egy új életformát, egy új országot, azért az nagyon kemény, még sokszor fiatalként is azért ez egy nehéz helyzet. Hát évente kétszer hazamennek, szóval annyira nincs honvágyuk. Az elején nehéz volt nagyon, mert ugye mi is otthon voltunk öcsémmel, és akkor így még rosszabb, hogy gyerekek is otthon vannak. De így jó, hogy kint van az egész család. Megszokták. Uh-huh. Bocsánat, mondtad, itt éltetek Budapesten? Nem, vidéken. Ja, vidéken. Jó, akkor nem hiányzik a szüleidnek a füstölgő, magyar metró. Egyébként tetszik nekik London? Tehát szeretik? Jól érzik magukat? Vagy ez egy most egy ilyen kényszer helyzet, hogy hazajönni nem tudnak a vállalkozás becsődülése miatt, vagy azt mondják, hogy hát fú, van a Bella, tök jó, szeretjük, jönnek, mennek, és kicsit ilyen világpolgárok lettek. Így van, kicsit azok lettek, mennek, metróznak, buszoznak, tudják mi, hogy már ez anya sűrűn jön ide Birminghamre. De helyesek, hát ez nagyon. El vannak. Aha. Ha ennek nem lenne egy szomorú mi voltja, hogy ugye azért kell kimenni, mert az ember vállalkozása csődbe megy, akkor ez egy nagyon helyes történet, hogy két ember, aki szereti egymást, egyszer csak vesz egy nagy levegőt, és kézzel fogva kimennek egy idegen országba szerencsét próbálni, hát ez nagyon, nagyon klassz. És meg tudtok ebből élni, hogy a férjed fánkocsi? Tehát azért ott drága az albérlet, nyilván rengeteg költség van, tehát ott egy ilyen fizetésből mondjuk egy kisebb család így meg tud élni nyugodtan? Hát igen, azért is jöttünk ugye vidékre, mert itt olcsóbb az albérlet. Uh-huh. Úgyhogy jól el vagyunk szerencsére, elég. És nem is terveztek hazajönni, tehát lehet, hogy a gyereketek is angol bölcsödébe jár majd, megtanul angolul. Hát neki a legjobb egyébként. Anyanyelvi szinten fog beszélni két nyelvet, hát az kiváló. És akkor a kicsi az már kint született. Igen, így született. És akkor ő automatikusan angol állampolgár lesz, vagy brit állampolgár? Hát nem. Mert ugye én, hát akkor lenne brit állampolgár, hogyha én eltöltöttem volna itt 5 évet, előtte megszületik. De ez csak 2 év ilyen, szóval még nem. A férjem meg, hát ő neki 4 éve van. Aha, hogy nem lesz. Uh-huh. Na, hát később, hogyha kezdi az iskolát, akkor meg lehet ügyelni. Aha, amikor megkezdi az iskolát. Igen. Hát az a gyereknek mindenképpen, gondolod el, bemegy angol ovi, angol bölcsi, angol iskolát, úgy fog beszélni angolul. És már túl egy idegen nyelvet. Igen. Így van. Mindenki. Így van, igen. Anabella, és milyen így hallgatni Magyarországról egy műsorban? Egy kis honvágy ilyenkor, amikor hallasz minket? Vagy jönnél szívesen haza, vagy jól érzed ott magad? Mert azért nekem nagyon sok ismerősöm van külföldön, de azt mondja, hogy valahogy egy ilyen fura létforma azért. Tehát, hogy az ember mindig csak egy külföldi marad, bármennyi időt van kint, azért valahogy a barátok, az ismerősök, a rokonok azért úgy nem azt mondom, hogy hiányoznak, csak ott kint te mindig egy külföldi vagy. Ezt érzed? Vagy ezen szoktál gondolkodni? Hát igazából nekem csak sütemények, meg a kaja hiányzik. Na, hát süttessél a férjeddel valamit. Hát, de az nem olyan. Nem kakus, olyan mi? Nem ismerik a kakusziát. Igen, hát semmi amúgy nincs. Amúgy nem. Meg kéne honosítani. A magyar mentalitás. Szóval nincsen nem. Nálatok kakaós csiga, már mint ott nincsen kakaós csiga. Aha. Hm. És megyei matrica? Látod, mennyi minden, jó látod, mennyi jó dolog, látod, mennyi jó dolog nincsen mennyi nálatok. Igen. Na figyelj, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni. Jó, hallgass meg. Esik, gyerekek. Aha, de ott valami ég is. Közös családi fotó. Gyémánt lakom. Beru néni legurult a lépcsőn konkrétan. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon esett. Mutatjuk, mit énekelnek. Figyelj, hallgass meg, Anabella. Ó, hát ez tényleg nagyon könnyű. Meghallgatok még egyet. Persze, figyelj. Nincsen? Semmi? Nincs. Mutatjuk még egyszer, hallgass meg. Már megint egy ilyen retro diszkó. De állandó retróban megyünk, igen. Vegyük ki a bögrét és mutassunk hosszabb részletet? Igen. Figyelj, mutatjuk, kivettük a bögrét. Na, hát ez...
rajta. Ebből sincs meg, akkor te ezt a dalt nem ismered. Ezt szerintem nem ismered. Nem. De fiatal vagy hozzá. Fiatal vagy hozzá. Mikor születtél? 91. Na jó, ne viccelődjünk itt. Tényleg, ne bánts meg minket. Igen, akkor érzem, hogy mennyire öregek vagyunk. Figyelj, ez lett volna az eredeti. Hallgass meg! Így sincs meg. Nincsen? Nem ismered? Ne, tényleg? Ez egy Bee Gees dal. Hallottál már arról, hogy Bee Gees? Igen, de. Ez így megvan. Hát egy hosszú beszélgetés után egy rövid játék. Igen. Így tudnám összegezni ezt. Nem lesz ajándékcsomag, ennek a gyártás nagyon örül, mert nem tudunk külföldre ajándékot küldeni, mert rohadt drága. Úgyhogy a gyártás ebben a pillanatban azt kifújta a levegőt. 10 percig nem vettek levegőt, hallgatták a beszélgetést. Elküldtük volna egyébként nyilván oda is, csak talán egy kicsit nehezebben kapod meg, de így nem tudunk. És bónuszként küldtünk volna kakaós tekercset is, csak az a baj, hogy a gyártás mindig egy hétre össze szokta gyűjteni a csomagokat, és aztán küldik ki. Küldjünk valamit, tényleg? Na, ha most kérsz két dolgot, akkor elmegyünk, Juli megveszi, becsomagoljuk és föladjuk neked. Tessék, kérhetsz két dolgot tőlünk, jó? Olyan, tényleg. De próbáld úgy mondani, ne egy konkrét márkát, mondhatod, hogy Túró Rudi, csak ne konkrétan. Ha most szeretnél valamit, akkor mi, ha megmondod két a címet, dolog. Adáson kívül elküldjük neked. Na, két mit dolog. Küldjünk, tessék? Az egyik Balázs bankkártya, a másik pedig a PIN kód. Mi gondolunk azon honfitársainkra, akik külföldön hallgatnak bennünket, tessék, kérje a két dolgot, hármat, ami eszedbe jut, és aminek örülnél, és mondjuk tartós fogyasztási cikk, és örömet tudnánk vele szerezni. Neked egy héten belül megkapod, és rácsörgünk, hogy megkaptad egy hét múlva. Na. Jó? Na, tessék, használd ki a lehetőséget. Sólet konzerv. Kiló, löncshús. Na, Anabella, tessék, ez egy visszanemtérő alkalom. Mit küldjünk neked, tessék? Kíváncsi vagyok. Oké, darált kekszet szeretnék. Darált kekszet. Mi az, hogy darált kekszet? Hagyományos háztartási darált kekszet. Lehet darálva. Na, akkor te ledarálod otthon, mi elküldjük neked, jó? Nem, lehet kapni darálva. Lehet darált. Jó, jegyzetelünk. 3 kiló darált keksz, így van, mit szeretnél még? Még kókuszgolyót akarsz csinálni, hogy minek? Igen, az. Na, oké, mi legyen még? Megfogtunk. Túró Rudi. Az nem romlik meg, gyerekek? Megromlik? Kibírja? Kibírja. Jó, mindegy, mi kiküldtük. Jó, hányan vagytok? Hányan vagytok? Hát hárman. Jó, akkor kaptok egy ilyen 12-es, van ez a csomagol, tudod, ez a 12-es Túró Rudi, oké? Hagyományos vörhenyest? Igen, rubeolás, karlátos, tudod? Oké, és még egy dolog, tessék. Nem muszáj az, ami megennél. Hát Túró Rudi meg... harmadik. Hát azt mondom, hogy még egy dolog, tehát a harmadik. Nem azt mondom, kettőt mondtál. Legyen még egy, na. Igazi úr. Plusz a doboz. Minek örülnél még? Ó, most hirtelen nem tudom, várjatok. Hát valami csoki, ami magyar csoki. Magyar csoki, jó. Angliából, ahol ilyen csoki halmazok a vannak. A hazájából, ez volt hozzá már. Jó, oké, küldünk akkor neked magyar csokit, jó? Oké, feladjuk neked, és egy hét múlva rácsörünk. Egy kis szalámi, egy fél oldal. Tényleg ilyen kolbász szalámi, ez nem semmi? Így van. Hát ilyen kolbászok vannak, mert anya szokott hozom. Egy konyhakész mangalica. Feri, becsomagol egy fél disznót nektek. Na, elküldjük akkor darált keksz, Túró Rudi és magyar harmadik. Csoki. És magyar csoki. Jó? Anna, visszahív akkor, vagy átvesz téged, hogy mondd el a címet. Oké? Rendben, köszönöm szépen. Na, küldjük nektek. Sok erőt aztán a kintléthez, ügyesek vagytok, drukkolunk, hello, hello. Hello. Ciao, hello, hello, sziasztok. Gyerekek, ez milyen helyes, hogy a szülők elindultak? Azért azt gondold el. 50 évesen a reptéren, nulla nyelvtudással fogod a kis feleséged kezét, leéltél 50 évet egy másik országba, leszállsz, nem tudom, valahol, mit tudom én, valamelyik fapadossal érkezel, akkor nem tudom, Luton vagy bármelyik, és ott állsz, old meg. Tárgyald le a bérlést, kocsi, stb. Mindent ott hagyni, hogy mekkora levegő. Gyere, Margit, menjünk. Hová, anyádhoz látok? Nem, Londonba. Londonba velózni. Helyesek, de ez nagyon-nagyon szép történet volt. 8 óra múlt pontosan 1 perccel, Ákos elmondja a legfrissebb híreket, mi pedig jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 8 óra múlt, pontosan 13 perccel. Szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Hello Feri, hello Jani, hello. Hello.
Drága hallgatók, itt vagyunk, és folytatjuk a hétfő reggelt közlekedési SMS-ekkel, olajár megbeszéléssel, zsemjárral, elvándorolt, kivándorolt tanácsok. Magyarokkal, tőzsdei tanácsok a gyerekek. Még csak 4:49, és már megvitattuk az élet nagy dolgait. Bizony. Ugye? Hogy bizony. Mennyi minden zajlott itt reggel. Vagyunk, hogy adjunk. Így van. Azt mondja, hogy Székesfehérvár után Csalánnál baleset, út lezárva, és Sanyó küldte nekünk. Budai alsórakpart beáll dél felé, már az Árpád hídtól. Ezt Sanyi küldte nekünk. Ezt István üzeni. Bözsi mama most indult a húzós kocsijával bevásárolni pásztor. Mindenki vigyázzon, aki arra közlekedik, ezt Dév üzente. Aztán a Bocskai kert és Debrecen között az új elkerülő úton Debrecenben az első lehajtó előtt nem sokkal mérnek üzeni Eszti. Tatamányán szakad a havas eső, mint az állat, csak óvatosan mindenki érjen haza éhségben, délforgós Ticsi üzente ezt, valamint Hajdúböszörménytől Hatház irányába van egy baleset, ezt Tibika vagy Tibike üzente. És akkor egy-két hozzászólás még, ugye az SMS-ekhez, mármint a témákhoz, hogy ugye beszéltünk itt Annabellával, aki Londonban, az Egyesült Királyságban, ugye Angliában él, nem Londonban, ott a szülők érnek. Várjátok, mindjárt küldöm én is a bevásárló listát, ide egy hallgató. Ricsi vagyok Azerbajdzsánból. <De jó. gül> 2 kg BL55-ös lisztet kérek, és egy piros magyarot. És egy kiló bérist. Nekem miért nem küldtetek semmit? Ez így nem igazságos. Norbi Svájcból. Mindenkire sor kerül. Mindenkire sor kerül, de azért egyenként mindenkit visszahívogatni, hogy kinek mi hiányzik. Írjátok meg, küldjétek el nekünk, és akkor lehet, hogy valaki... Persze. Lehet, hogy valaki részéjünk, de azért ez nem kívánságműsor. Tehát, hogy mindenkinek nem tudunk küldeni. Én is Londonban élek, szeretnék ajándékot. Cserébe én is küldök nektek, amit csak akartok. Írj egy hallgatunk. Szerintem nagyon szomorú, hogy 50 évesen el kell menekülnöd a hazádból azért, hogy pénzt keres. Miért nem erről beszéltek? Hát erről is beszéltünk, pont erről beszéltünk, hogy milyen szép ez a történet. Egyben nyilván lehet, hogy szomorú is, igen, hogy az ember egyszer csak vesz egy nagy levegőt. Mi a pozitívabb oldalát próbáltuk megfogni, hogy nagy bátorság kell hozzá, hogy az ember így a kis feleségével elinduljon egyszer csak kifelé. Azért ki is nyílik előttük a világ. Szerintem is, tehát ez amennyire szomorú, nyilván van egy ilyen aspektusa, ugyanakkor azért lehet, hogy 10 év múlva jól érzik magukat, megtanulnak angolul, és egy új világ tárul eléjük. Tehát próbáljuk az előnyeit nézni ennek. Nem? Tehát, hogy valaki a tradícióit, a gyökereit úgy is ápolhatja, úgy is tisztelheti, úgy is gondoskodhat róluk, hogy közben egy másik országban él, tehát, hogy a szívében, a lelkében az ember lehet magyar, bárhol éljen a világban. Hát hogyne, csak ha ez egy kényszerhelyzet, akkor azért az mindig nehezebb. Nem? Tehát, hogyha azért mész, mert itthon nem találod a helyed, vagy itthon nincs munka, akkor azért az mindig egy kicsit nehezebb. Ha kalandvágyból kimész, mert kíváncsi vagy, az egy jobb dolog, nem? De ha erre az élet kényszerít rá, az mindig egy nehezebb döntés. Igen, de sokszor szokták mondani, hogy tényleg, hogy van ez a korosztály, már a mi korosztályuk is sajnos ez alá esik, vagy ebbe esik, de főleg ez az 50-es korosztály, akik nyugdíj előtt vannak, és adott esetben mondjuk elveszítik a munkájukat, hogy nem tudom magukkal semmit kezdeni, nincs nyelvtudás, nincsenek olyan tanfolyamok, nincsen olyan tudás, ami mondjuk kompatibilis lenne 2014-en, de most ők kimentek oda, megtanulnak egy nyelvet. Ha máshogy nem, lehet, hogy nem lesz belőle felsőfokújuk, viszont a hétköznapokban simán elboldogulnak vele. Így van. És rengeteg tapasztalatot gyűjtenek, mert aztán később akár úgy, hogy visszaköltöznek ide, bár ők mondták, hogy nem nagyon tervezik ezt, de ez a tudás, ez egyszerűen nem gyűlne össze itthon. Nem lenne meg. Világot lát, lehet, hogy soha nem volt nyaralni sehol, most kint él Londonban, megnézi. Nem olyan rossz az. Tehát, hogy vannak azért jó oldala, és meg tényleg tehát azt kell nézni, hogy félig tele van az a pohár, nem pedig, hogy félig üres. Igen. Mi ez a lágy pornózene a háttérben? Forgatáson a másik szobában? Igen. Na, és akkor igen. Jó, kiadtuk a stúdiót. Na, hát költséghatékonyan ennyi. Dolgozunk, itt a másik szobában, igen. Dolgoztak. Ez csak áthallatszik. Igazából átszűrődik ez a kis zene. Ez nem nálunk. Itt forgat a DJ és a mikrofonja. A párás mikrofonok 3-at forgatják éppen. Igen. Na, egy nagyon helyes cikket találtunk, és jó témaindító lehet méghozzá. A generáció szakadékokról szeretnénk egy kicsit beszélni. Technikai értelemben, ha lehet így mondani. Mert hogy történt egyébként, hogy egy idősebb nagypapa segített az ő unokájának, aki azt mondta, hogy lefagyott a számítógép. És az egyik brit napilap talán, nem tudom pontosan, közölt egy képet arról, hogy a nagypapi kicsit félreértette a problémát. Ugyanis unokája azt mondta, hogy nem akar tovább működni a számítógép, nagypapa segíts, lefagyott.
mire a nagypapa megérkezett, és fogott egy hajszárítót. Nagyon jó. Bedugta a hosszabbítóba, ami ott volt a számítógép mellett, és nagypapa teljesen jóhiszeműen, jótékonyan, segítő szándékkal elkezdte fújni hajszárítóval a számítógépet, és erről egyébként pont az egyik brit napi lap fel is tett fotót, ahogy az unoka megdöbbenve lefotózza a nagypapát, ahogy nagypapa egy hajszárítóval hát fújja a gépet. Hát praktikus gondolkodásmód az öreg. Fie, sokkal jobban járt így, mint hogy a meleg vízbe tette volna. Hát például. Nem. Igen, vagy alágyújtott volna. Igen. De olvasom közben, hogy mit írnak. Igen, kiírták, még otthon ne próbálja ki, nem mintha veszélyes lenne, csak teljesen felesleges. Igen, ez igaz. Igen. És látható a képen, hogy nagypapa egy fehér hajszárítóval fújja az egyébként tényleg lefagyott gépet, ami ugye ez a kék halál van, lehet látni. A monitort melegíti a papa, gondolta, hogy az nem működik, akkor ezt megoldjuk. Imádom. Hát figyelj, és valószínűleg azért csinálja ezt, mert nem fér be a mikróba. Mert ott rárakta volna csak a defrostra, amivel mindig is szokták a csirkefarhátat engedni, és akkor rögtön kiengedett volna a számítógép. Na és nézzük meg, hogy akkor, hogy hogyan ez hallgatóinknál, hogy mik azok a dolgok, amik egyszerűen már nehezebb elmagyarázni szülőknek, nagyszülőknek. Ti mit tapasztaltok, hogy mi az, amit valahogy már nem akarnak megérteni, nem szeretnek használni, utálják, nem is nagyon értik, és mindig elmondják, hogy jaj, hát az én időmben ilyen nem volt, mennyivel egyszerűbb, mit tudom, a gázon megmelegíteni a csirkepörköltet, ahelyett, hogy ebbe a fura dobozban, mivel forog a tányér, világít, és csipokkal lejár az egy perc, betenni az ember. Hogy melyek ezek a dolgok. Ez a mikro. Hát, fura doboz, forog benne a tányér, és csipog a végén. Hogy mik ezek a dolgok, ti hogy tapasztalták szülőknél, nagyszülőknél, mi az, ami már nem megy át, vagy nehezebben megy át, vagy nem értik, és nem szeretik használni. Mindenhol van ilyen. Az én gyönyörű Máriámnál, aki az én édesanyám, az SMS, az nem sikerült. Már fogadni tud, van neki egy nagyon egyszerű készüléke, és akkor az elején próbálta a nővérem elmagyarázni neki, hogy ugye tudunk írni egymásnak, hogy lehet egy-egy mondatot, vagy valamit, hogy adatot át akarsz küld, bármi. És a fogadás azt megfejtette, hogy kell kinyitni az SMS-t, hogy amikor kis boríték van, akkor arra rá kell vinni a kurzort. Vagy hogy? Nem. Telefon, SMS. Telefon. Kurzor van a telefonján, vinni kell annyilat? Így van, ilyen négyes, tudod, egy kör, és négy felé tudod ezt mozgatni, és akkor rámész. Ja, tényleg, az a régi, igen. Az a nyilak volt, és akkor visszatér, beállítások, opció, óra, számológép, üzenetek. Ja, értem. És boríték volt az üzenet, tudod. Boríték volt, arra rámész, mama, akkor megnyílt, és akkor el tudod olvasni. És próbáltuk elmagyarázni, hogy lehet neki választ írni, aki írt neked, de hogy egy billentyűn több betű van. Na, ez a nagy probléma. És itt vége. Igen. És itt vége, hogy a kettes billentyű az A, A, B, C. Igen, a hármas DM. Tudom, és nézed, és közben szeretnéd neki megtanítani, és egy kicsit sajnálod is, hogy már erről lemarad, és te tudod, hogy egyébként valójában milyen egyszerű. Közben eszedbe jut, hogy valóban majd a te gyereket 30 év múlva ugyanígy fogja tanítani, és jótékonyan megsimogatja, átadod, hogy jaj, papa, hagyjad, mert hogy egyszer mi is leszünk ebben a helyzetben. Vagy valójában leszünk ebben a helyzetben, vagy a mi generáció már ezeken a kütyüken szocializálódott, és már nem lesz ekkora szakadék, mint mondjuk most a szüleink és mi közöttünk, hogy igen, tehát hogy nekem is mi rá tudtam ütni, hogy van olyan telefon, amin van internet, azért az nekem az hosszú hónapokba került, hogy tehát nem kell otthon lenni, hogy internetezzünk. Telefonra, na most hogy? Tehát van egy csomó jó dolog telefonon, egyébként egészen jól veszik szerintem, tehát hogyha egyszer elkezded a szülőket erre visszaállítani, és folyamatosan tanítgatod, hogy van a skipe, és akkor följön skipe, és akkor belebeszélsz. Jól veszik. Tehát, hogy még szerintem fogékonyak, nem? Hát az elfogadás az igen, valószínűleg, tehát már nem csodálkozik rajta, hogy én otthon megnézem az e-maileket, de szerintem így önmagában teljesen elzárkózva nem érti, hogy mi történik. Nem érti, és nem is akarja már érteni. Ők nem szeretik ezt a világot, nem ebben nőttek fel, nem is nagyon értik, és ezért, mert nem ismerik, ezért nem is nagyon szeretik. Én legalábbis azt láttam, hogy amíg élt a nagymamám, ő nagyon megpróbálta mindig felvenni a fordulatot, és hogy SMS és mobiltelefon, 80 évesen ő még próbált mobiltelefont használni, soha nem kaptam tőle üzenetet, mindig rossz helyre küldte, de nagyon lelkesen csinált, de azt mondtam, hogy mamikám... Nekünk, mert nagyon szíves szóló, kedves üzenetek. Írtam neked, Balázs. Igen, Barack már nem jöttél ért, hát mamikám azért, mert egy fél éve nem kaptam tőled SMS-t. Ja, mondta, de nagyon lelkesen próbálta mindig. Tehát ott volt a kis telefon, narancssárga, még az a régi Nokia, tudom, ami narancssárgán világított, és próbált elküldeni az SMS-t, sose adta föl. Tehát, hogy mindig volt benne rendület. Az akarat az meg volt. Tehát az akarat meg volt. De megnézheted az összeset. Hónap végig. Hónap végig, amikor átmentem hozzá, meglátogatnék, az elküldött SMS-ekben láttam, hogy hú, mamikám, hány országba küldtél te SMS-t? Nézzük a piszkozataidat. Nézzük az elküldötted a piszkozatot, de hogy van az a
generáció, vagy van az a szülő nagyszülő típus, aki viszont utálja. Nem ismeri, és nem is tudod nyitni. Vele megszerettetni, meg, és nem is hajlandó már e felé nyitni. Meg nem, nincs is rá effektíve szüksége, tehát hogy nincsen rászorítva arra, hogy használja ezeket, mert otthon neki azt mondja, hogy át ő inkább, hogy is szeret bratizni a postással, akkor meg tudja kérdezni tőle, hogy mikor érhet oda a levél, ha ma feladja az unokájának. Tehát szerintem már ez az elsőbsége, az se, nem kell, az ráér, nem baj, ha két nap múlva ér oda, az se fontos. Tehát, hogy még ez se, ott van egy kis vezetékes telefonja, azt ő nem mondja le. De hát nem kell, hát ott van a nem, a vezetékes, az a biztos. Valószínűleg az egy biztonságérzetet szerintem, nem? Tehát, hogyha lemondaná, oké, hogy ott a mobiltelefon, lemerül, nem hallja, a vezetékes, az, ami be van dugva, az a biztos. Az a biztos. Tudod, te mennyit vártunk rá annak idején, hát csak nem fogom most. Ez de egyébként lehet, tényleg, van. Tehát amit mi már szerintem tényleg nem értünk, hogy várt rá, beszélt az iker, akkor nem beszélt, azt szokta meg, azt tudja, tárcsázza, ismeri, elérhető. Tök büszke volt rá. Igen. Megkapta ezt a piros telefont, vagy sárgát, fú, ilyen nagyon csúnya színű tárcsázás telefonok voltak. Feketébe jött az alapból, fekete volt az alap, és akkor, hogyha te pirosat akartál, oda nagyon csókosnak kellett lenni. Oda nagyon csókos. Valószínű, mi is ennyire mások leszünk, vagy... Szerintem a vízválasztó az, hogy szükséged van-e rá, vagy nincs. Tehát, hogyha kell például a munkádhoz, vagy bármihez, a hobbithoz az, hogy legyen hát. Mondjuk olyan interneted, vagy olyan hozzáférésed, akkor csinálod. Én ha tuki. Nem, a angyámnak nincs rá szüksége. Mi a francnak, érted? Ő már receptet nem nézeget az interneten, már nem fog. Anyám például kiválóan internetezik. Kiválóan. Előzmények, kereső, beüti, mondok neki valamit, megnézi, visszaküldi, ez nem úgy van, tudod, így kicsit helyre tesz, hülye vagyok, ez nem így, rosszul mondtam, megnézi Google, tehát kiválóan internetezik. De érdekli valószínűleg. Valószínűleg van egyfajta affinitás, egyfajta érdeklődés. Mi igen. Nem leszünk tőle ennyire távol, vagy legalábbis reméljük, de hát én nem vagyok egy ilyen nagy számítógépes felhasználó, tehát de én már látom, hogy a két gyerek a szkenterbe fog verni. Beleszületnek nekik, ez halálosan természetes. Igen. És a béka meg mindig azt mondja, hogy figyelj, azért kell tudjuk, mert hogy úgy meg fognak vezetni 15 éves korukban ezzel, hogy ő közben lebeszéli a randit, átírja. Oké, de legalább az esélyt ad meg. Mondtam, hogy remek, drágám, akkor te tanuljad. Igen. Írj egy hallgató, van az a szülő nagyszülő típus, aki addig jut, hogy tényleg, ha merül az elem a távirányítóba, akkor erősebben nyomja a gombot. Na, annak nem fogja. Ugye, megvan ez a típus? Hát, hogy az egyes gombot, hogy mi nem? Cserélj elemet. Dehogy elem, hát az egyes gombot. És nyomja. Közelebb mész. És közelebb megy. És nézed kívülről, és azt látod egyébként, hogy szülő nagyszülő kicsit újra gyerek lett. Nem? Tehát, hogy egyszerűen nem jut el az agyáig, hogy nem az egyes gombot kell erősebben nyomni, hanem elemet kell cserélni. Ennyire egyszerű. És hogy tulajdonképpen ennyire egyszerű a dolog. Apósom, ezért oldottam el, hogy nem kellett mindig elemet cserélgetni. A távirányítóba volt nála egy hosszú kb. Egy 50-es pálca, és a fotelből nyomkodta a televíziót. Jó, de például a mostani tévéken már ilyet nem tudsz csinálni, nem, mert ugye nincs ott a kezelő oldalt esetleg van két ilyen hangerő, meg csatorna. Igen, egyébként szerintem az van, hogy mi azt gondoljuk, hogy nem fogunk lemaradni. Vagy azt gondoljuk, hogy a mi generációnk már tudja. Meg a mi generáció már azért valamennyire hasonlít az Y, az E generációhoz. Tehát, hogy mi azért tudjuk tartani a frontot. Miközben szerintem még a B generáció. Erősen egyrészt B oldal vagyunk, hát én nem tudom, melyik a 77-es, melyik generáció. De hogy szerintem 15 éves korukra, legalábbis technikai szinten szerintem kenterbe verni. Én már most érzem. Én állunk majd hülyén. Sok tekintetben én őskövület vagyok, ráadásul én azért meglehetősen vágyom erre a régi időszakra, ami már soha nem fog visszajönni, meg úgy hiányzik is. Én biztos, hogy le fogok maradni. Én biztos vagyok benne, hogy egy ilyen izgalmas. Na jó, de hát a Bakonyba hova? Bakonyba vagyok, kiköltözel, hát nem mindegy, hogy van ennek. Igazából csak mindegy, nem? Francba. Igen. Jó, nagyon jó SMS-ek jönnek, rögtön szemezgetünk ezekből. Írjanak nekünk azon hallgatóink, akik tapasztalták ezt, hogy mama, nagymama picit nem érti és lemaradt, de írjanak azok is, akiknél a 83 éves nagymama expert szinten használja a Facebookot, megy, nyomul, kicsit ott van az Instagramon, bejelentkezik, átjelentkezik randi oldalra megy, tehát mind a két oldal érdekel bennünket, ahol nagyon jó a nagypapa, nagymama, és hihetetlen profi, mert mondjuk rákapott a Facebookra, vagy az Instagramra, és hát természetesen azok is írjanak, akik egyszerűen nem jutnak dűlőre, szülőkkel, nagyszülőkkel, mint ahogy ez a nagypapa is ugye, aki éppen hajszárítóval próbálta a lefagyott mindazt egy picit megjavítani. Nem tudták megmagyarázni a nagypapának, hogy nem bébi attól, hogy nincs rajta szőr. Hogy micsoda, hogy? Nem bébi attól, a bébi ez még fiam, hát de hogy bébi, papa, csak más idők járnak, nem mindenem van szőr, aminek annak idején volt. Nagymamám mindig mondja, ha teló van a kezemben.
Már megint karcjátékozol. Karcjáték, ez az. Karcjáték. Már megint karcjátékozol, írja nekünk egy hallgató. Anyám odáig jutott, hogy a gépet a nagy gombbal kell be is kikapcsolni. Ennél tovább nem hajlandó menni. Meg is vagyunk. Írja nekünk Kitty. Nagymamám felhív, hogy lejtette a mobil szétesett darabokra, másnap meglátogattam, hozta, hogy rakjam össze. A tévé kapcsoló volt a kezében. És csak a két elem esett ki belőle. Jó, mama szemüveget is kéne zserélni. A mamából már nem lesz expert fel. Háló! Háló! Annyi gomb van a telefonon, a rohadt életben. Nézd már a tévét is, kapcsolja. Na, nézd, most olvasom, videó is van rajta. Igen, ott azért eléggé alapszinten kell elkezdeni a felhasználást. Jó, én nem átélek csak egy szint, hogy odahúzza a kis széket a mikro elé is. 10 percenként kell bekapcsolni ezt a rohadt tévét, és olyan unalmas. Mindig csak ez a forgótányér van benne. És aztán ti egy perc után valami pattog és penódos lesz a belső. Már mennie kéne a fásimulatónak. A tévé újság szerint. Várjuk az SMS-eket. Jó, drága morning show hallgatók, szülők, nagyszülők. Ki hogy használja a technikát, ki az, aki abszolút kezdő, ki az, aki analfabéta, és milyen számunkra vicces, mulatságos hibákat követnek el. Jó, SMS számunk 06. 70! 645 00 00, jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan. 8 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Arról beszélgettünk itt a hírek előtt, hogy ugye milyen az, amikor szüleink, nagyszüleink már kevésbé értik a technikát, mi pedig ugye hát már kicsit őket gyermekként kezelve megpróbáljuk elmagyarázni, hogy kell használni az internetet, a különböző technikai dolgokat, mert hogy ugye egy brit napilapban jelent meg, hogy egy bácsi, az unoka panaszkodott, hogy lefagyott a gép, és a nagypapa segítő szándékkal odament, és egy hajszárítóval elkezdte a monitort kicsit melegíteni, hogy mindjárt jó lesz, fiam. Mindjárt jó lesz, és arra kértük hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk SMS-eket, amikor is ők próbálták a szüleiket, nagyszüleiket megtanítani arra, ami ugye hát segíteni tulajdonképpen az együttélést, és a különböző technikai dolgok használatát, mégse sült belőle ki annyi jó, mert hogy a szülők, nagyszülők már kevésbé tudták ezt a dolgot értelmezni. Hát szenzációs SMS-ek vannak tényleg. Anyósom az okostelefon albumban fényképezgetés közben minden második képnél megnyálazza az ujját. Hát a megszokás. Mondtuk neki, Jucika, ehhez nem kell nyál, anélkül is lehet lapozni. Óriás. Hát az újságot is úgy, hogy kicsit ugye? Nagyon jó. Nehogy egy kép kimaradjon. Porszívózom a gyerek orrát, nagymamám odaszalad, kihúzza a porszívót, és lenyom egy hatalmas taslit, hogy megölöm a gyereket. Marci küldte neki. Az én édesapám 79 évesen vett okostelefont, és hangos animált üzenetet küld a Viberen keresztül, amit a 8 éves unokája tanított neki. Saját éves családi naptárat készít Excel táblában. Szép hány napot, éves jók vagytok. 79. Na. Ugye, mert mondtuk, hogy írjanak olyan hallgatók is, ahol viszont hát profik szép a felhasználók, és szülők, nagyszülők nagyon vágják a technikát. Nagymamám napi 3-szor facebookozik, családi bejegyzéseket cenzúrázza, ha valami rosszaság kerül ki, azonnal felhívja a figyelmet, hogy ezt nem szabad, és ilyen csúnyán nem lehet kiírni ennyi ember előtt. Mit fognak óriási gondolni mások? Igen, nagypapám a vonalas telefont is csak felvenni tudja, ha segítenek neki. Ádám írt a Miskolcról. Anyósom megkérte a párom, tegye fel pendrive-ra az egyéves ikreink fotóit. Majd itt hagyta a légkondi távirányítóját. Nagyon jó. Nagy sok agyom félre. Aranyom, írjátok már ki az unokafotóin. Hoztam egy pendrive-ot. Megérkezett a mama. Remélem ráfél. Megérkezett a mama a légkondi távirányítóival, azért az nagyon helyes. Itt van velünk Zsanett. Hello, Zsanett. Jó reggel. Sziasztok. Hello. Na, veletek mi történt? Nagyszülőkről van szó? Igen, igen. Nagypapámról, személy. Mit csinált a nagypapa? Hát kapott tőlünk egy sütőt, hogy megkönnyítsük a sütést. Ez a fritőz, ugye? Igen, igen, igen. És a nagymamám tudta is, hogy hogy kell használni, de ő pont nem volt otthon. Gondolt egyet, hogy krumplit süt magának, hát föltette a gázra, bedugta a konnektorba, és alágyújtott. Nem, és alágyújtott. Tehát mondtátok, hogy papa ebbe süsse a krumplit, vagy papa ebbe süsse a krumplit, és ő feltette a gáztűz helyre, igen, a fritőzt, és meg alágyújtott? Igen, igen. És beletette a krumplit? Hihetetlen. Mire gondolt akkor, igen, de hogy mire gondolt akkor, amikor még be is dugta a konnektorba? Hogy az a melegítés. Plusz, annál gyorsabb, belülről is melegít. Micsoda puccos bogrács. És igen, hogy vette észre, hogy ez nem jó? Tehát meggyulladt a fritőz, vagy mi történt? Igen, igen, elkezdett olvadni, ez füstölt, akkor a papa elzárta a gáz, kihúzta, és kiment.
Ennyi. És ott hagyta a tetejét. Igen. Atya, úristen. És finoman a frituráló vett a gáztűzhelyre? Teljesen. Jó, hogy nem robbant föl a papa, vagy én nem is tudom. Hát, hogy nem lett egy ilyen lakástűz, egy elektromos tűz. Nem tudom, hogy mire gondolhatod, de 75 éves volt szegénykém, úgyhogy... De nézzük a jó oldalát, papa még próbálkozik. Tehát nem adta föl, nem azt mondja, nézd már, milyen hülye kütyű inkább. Nem, hát, hogy papa még azért van benne vitalitás, ő földobta. És hívta a nagymamát riadtan, hogy valami nem stimmel, mert hogy megolvadt a lábos. Hát nem, a mama följött a kertbe, ugye látta a nagy füstöt, aztán mondta, hogy mit történt, és akkor papa mondta, hogy hát ez és ez. Úgyhogy kiszelőztették a lakást, és úgy gáztűz helyett kellett venni. Kiszelőztették a lakást, aztán a mama is feltette. Igen. Figyelj, és a papa másban is ennyire szuper felhasználó? Tehát próbál internetezni, mobiltelefonálni, vagy nem nagyon? Nem, semmi. Tehát ő megállt a régi jó dolgoknál, és azt mondta, hogy neki elég. Hát lehet, hogy a fritőzős eset elvette a kedvét. A további próbálkozással, igen. Zsanett, ez nagyon helyes sztori. Köszi, hogy elmondtad. Szívesen, hello, ciao. Ez nagyon kemény, igen. És van az a típus, aki még kiskéri egy kicsit magának. Tehát lehet, hogy ha papa is ez lett volna, akkor be... Ha mindent, hogy egész szaranyagokból csinálok meg most már, nem? Egy normális lábos se lehet föltenni a gáztűzhelyre, anélkül, hogy ne olvadnál. Hát milyen világ ez? Anyósom állandóan az e-mail tárnyezőjébe írja a több oldalas üzeneteit. Nagy. Ott sincs azért komoly felhasználás, Juntin, igen. Ha nagyapámhoz elmentünk vendégségbe, megmutatta, hogy neki már mobiltelefonja is van. Aztán kikapcsolta, és visszatette a dobozába, mondván, úgyis itthon vagyok. Akkor meg minek te van, ugye? Már nem megyek sehova. Akkor nem kell. Bence küldte nekünk. Anyám belenéz a telefonjába, amikor fotóz. Mondtam neki, hogy az a vakú, de azt mondta, nekem nem magyaráz, meg tudom én, hogy kell használni a fényképezőgépet. Azért, látod az anyádat belenézni a mobiltelefonba? Azért az is nagyon kemény, igen. Itt a legdurább SMS-t figyeld. Nagyim Skype beszélgetés közben kihajolt, hogy integessen a hátul lévőknek. De jó fe. Mama nem annyira vágja a Skype-ot, hogy téridő, háromdimenzió, hogy van, mint van. Kicsit kihajolt, mert láttad, hátul vannak. Hát integetett. Hát nem látja. Nagypapám 78 éves, most vett magának egy almás táblagépet, sakkozik és bankügyeket intéz rajta, közben az okostévén rögzíti pendrive-ra a kedvenc sorozatait, mert ugye kettő egyszerre nem megy egy időben, nem akar lemaradni semmiről. Lász Szulejmán, szép napot, Gábor. Semmi. No, papa nagyon durva. Papa nagyon durva. Mama pánikolva hív. Letöröltem a gépről az internetet. Kiderült, csak az Explorernek az ikonját tüntette el. És mama már 4 iPad-et nyert, mert mindig ő a 999.000. látogató. Írja nekünk egy hallgató. Anyámat kérdezem, van-e wifi az új csomagban, amit kapott? Mondja, Wiki-e neki nincs, csak Tibi-e meg Bogi-e. Mama az mennyire durva. Mama nagyon durva. Anyósomat tegnap világosítottuk fel, hogy a mobilon nem a kijelzőbe kell beszélni, nem az a mikrofon. Írja nekünk Ildikó SMS-ben. Hát óriási. Amikor 15 éve megvettem az első asztali PC-met, nagyim azt mondta, hát fiam, nem tudom, mi került ezen ennyibe, de legalább egy kis tévét adtak hozzá. Atyaisten, gyerekek, vajon egyszer mi is? Vajon egyszer mi is? Szerintem, gyerekek, igen. Hazahoz valami nem tudom milyen kütyüt, ami már kicsit nem is érdekel, elbarkácsolunk mi ott a garázsba, hoz valamit, ránézel, kérdezel két hülyeséget, és látja, hogy jó van. Lesz ilyen. Nagyfater már megkukul. Lesz ez 20 év múlva is, és valamelyik unokánk majd beküldi. Hát a nagyfater az. Mennyire hülye. Talán emlékeztek még rá. Működik ez visszafelé is, írja egy hallgató, az érintőképes telefonja után a lányom az én sima telómat nem tudja felvenni, hiába simogatja a képernyőt. A régi gombosat, ugye? A régi gombosat. Nem megy úgy. Igen. Nagyszüleim még a videó hős korszakában hazaértünk, micsoda, a tévé előtt is mutatják, hogy csendesebben kérdezzünk az öcsémmel. Mi van? Ennek nincs nagyon értelme. De van, olvasd csak föl. Csendesebben kérdezzük az öcsém, hogy mi van, mondják, hogy hogy vesz fel a videó. Vesz fel a videó, csendbe legyél, ráhallatszik a hangod. Megszokták. Ja, hogy ő valamit vettek fel. Vettek fel a tévét, tévé adást vették fel videóval, és most... Azt hitték, hogy mikrofonnal vesz föl. Ja, értem, igen. A csöndbe kell lenni, mert vesz a videó. Atyaisten, igen. Az nagyon kemény. Gyönyörű SMS. Az én nagymamám, gyermekeim, Didie,
kiteregette egyesével a nedves popsitörlő kendőket, azt hitte, hogy az acskó elázott. Ismerős probléma. Hát tiszta víz. Hát vizesen adják azt a törlőkendőt. Hát milyen papír zsebkendő ez. Mamám mobilozik egész jól, de a géphangot nem érti. Annak is köszön, és elnézést kér a zavarásért. Ja, hogy amikor géphang jön be. A kapcsolásért kérjük. Igen, elnézést, bocsánat. Jó napot kell, köszönöm, jó, várok. Köszönöm szépen, viszont. Látni kellett volna, hogy a 7 éves kisfiám sorolta a 80 éves dédi mamájának, hogy mit kér karácsonyra. Tablet, Lego, csima, kukabúvár, penunza, az nem tudom, hogy penunza, az nem tudom mi. A dédi csak ennyit mondott, jó van, egy kukkot se értek. Tavaly ettem okos telefont, kérdeztem, van-e hozzá használati utasítás, a válasz az volt, hogy kérdezzem a gyerekemet. Ugye? Mert ő már tudja. Milyen szép, igen. Üdv, 36 évesen megértem, hogy anyámat letiltották a Facebookról, erre még aznap látom, fent van külföldi álnéven nyomul. Mama már nem lehet, ma már nem lehet kitenni. Föl, de mit tehetett föl, hogy letiltották? Mama mit csinált? Igen. Nem értem, miért kell a használt nejlonzacskót kimosni, ez Zoli írja. Ő is az idősebbekre gondol, kimossák a nejlonzacskót? Igen. Ah, itt van velünk Timi, hello Timi, jó reggel, ciao. Hello. Jó reggelt. Na, neked gyereked van, és ott van már különbség, vagy vannak szülők, nagyszülők? Nem, nekem egy fiam van, ő 13 éves, én 37 vagyok, de Kenterbe ver. Én most járok digisuliba, interneten keresztül végzem el, és tehát tudnom kell mindent. Tehát letöltés, PDF, mindent. És ő már ilyeneket mond nekem, hogy Steam, laggol, upszol, skinel, champ variációk, ilyen 8 számjegyű valamiket írkod be, amivel kijönnek a játékok. Uh-huh. És ha még megnézed az előzményeit is. Hát igen. Ott milyen érdekes dolgokat fogsz találni. Tehát gyakorlatilag már ő tanít téged. Igen, mondhatjuk. És programozó akar lenni, vagy ennyire érdekli? Inkább csak ennyire érdekli, főleg ezek a játékok. Igen, ez a durva, hogy ez számukra egy kézenfekvő kérdés, hogy programozó akar lenni. Nem, felhasználó szinten itt tartanak a gyerekek. Igen, pontosan. Igen. Oké, okay, köszönjük, hogy elmondtad. Köszi, ciao. Köszi, hello. Sziasztok. A 71 éves nagymamám iPad-en farmozik a nap 24 órájában, és 4-esen telefonál. Vannak azért ilyen is, igen. Az anyukám rendszeresen küld üres MMS-eket. De legalább ma próbálkozik. Erzsi küldte nekünk, igen. Még pár évvel ezelőtt az unokatestvéreméknél lefagyott a számítógép. Egyik unokatestvérem mondta a másiknak, hogy be kellene zárni az ablakot. Emeljön be a hideg. Mire mamánk szaladt az ablakhoz, hogy bezárja. Ezt Csilla. Csilla küldte nekünk, mert hogy jön be, igen. Papának vettünk elektromos borotvát, a fülőhez rakta, és belehalózott. Úgy néz ki. De esdőre. Halló! Szimkártyát nem adtak hozzá? Hát milyen világ? Szatyi küldte nekünk. Atyaisten. Feltöltős kártya volt még sokáig ilyen, hogy nem érzették. Az mi volt? Hát, hogy tudtál venni feltöltő kártyát, és emlékeztek, még volt maga a kártya formátum. Igen. És volt, aki azt be akarta tenni telefonba. Nem fér bele, túl nagy. Túl nagy volt, és akkor azon volt, tudod, a kód, meg igen, nem tudom, igen. Kötyögni, és így működött. Azt is sokan írják, hogy megtévesztő volt. Igen. Apus vizet öntött a porzsák nélküli porszívó tartájába. Nem vágta agyon az áram is. Isteni szerencse. De vajon hogy? Tehát látod, hogy nincs porzsák. Ha nincs porzsák, az csak víz lehet akkor? Igen. Tehát nehogy már oda menjen a por, menjen vízbe akkor. Itt van üres ez a tartály, porzsák sehol, teleöntöm vízbe. Igen. A nagyszülei mobilján bekapcsolt az ébresztő. Berakták a szekrénybe a ruhák közé. Hát csörög. Az is nagyon szép, igen. Az édesanyám folyton kipakolja a mosogatógépből a koszos edényt, és kézzel mosogat. Ha átjön hozzánk, az őrületbe kerget. Nem egyébként szereti. Ez megvan ez de a típus. De miért? Hát nem szereti, azt gondolja, hogy az sokat fogyaszt, vagy arra használjátok, hogy ott tároljátok a szennyes edényt. De hogy ott azért egy gombot kell megnyomni, hogy valószínűleg utálják? Nem, szerintem azért nem szeretik, mert tovább tart. Valószínűleg ez lehet fel a probléma, hogy berakja, és akkor mit tudom, egy program 30 perc. Ő meg 10 perc alatt elmosogat, minek rakjátok bele. Igen, nem kell ez a pazarlás, igen. Mama lenémította a tévét, 4 órán keresztül nézte úgy, majd mondta, hogy megy dokihoz, mert rossz a hallás. Meg a tévé is elmondott, a sarokban van az a kis jel, nem tudom mi az.
helyesek, hát ezek nagyon jók. És gyerekek már csak 20 év választ el ettől minket. Ugye egyszer egy rádió műsorban rajtunk röhögjenek. Biztos csak magad 20 évvel. 10 mi? Lehet, hogy az 10. Igen. Na jó, hát nagyon, nagyon jó SMS-ek jöttek. Köszönjük szépen. Megyünk tovább, hármasugrás, játszunk már is egy hallgatónkkal. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggel. Jó reggelt kívánok, sziasztok. Hello. Dávid, hello Dávid. Igen, én lennék. Merre vagy Dávid, hol hallgatsz minket? M5-ös autópálya munkába mehet éppen. Lassan úgy néz ki, hogy el is fogok késni. De még előtt játszok veletek. Az jó. Egyet, persze. Vannak szülők, nagy szülők hasonlóan? Vannak, vannak. Nekem hát két véglet van egyébként. Van egy nagymamám, édesanyám anyja, aki a 6 évvel ezelőtt egy laptopot kért karácsonyra. Fogalmas se volt, hogy kell használni. Megkapta karácsonyra, összedobta neki a család. Azóta, tehát amikor megkapta, két hétre eltűnt az öreg lány. Nem tudtuk, mi van vele. Teljesen bekockult. Most múlt héten csináltam neki ilyenkor felhasználót, most már kalózkodik is. Nagyon jó. Mondta nekem, hogy akar Instagramot. Mondtam neki, hogy mama, az kéne egy telefon. Előhozta a régi mobilját. Aztán mondtam neki, hogy egy okos telefon nem ártana, de elmondta, hogy akkor az a következő karácsonyra azt fogja kérni. A édesapám szülei azok meg olyanok, hogy nyomom a számítógépet és oda szól, hogy kisfiam, tedd már azt a számológépet, annyit nyomogatod. Nem nagyobb vágja. De figyelj, mama Instagramozik, az egész jó, hát az akkor az haladó. Igen, mondjuk Facebookon osztja az egész családot, tehát olyanokat bekommenteket a képem alá, hogy menjek másnap délután krumplit szedni, meg hasonló. Szép. Tehát, igen, elég jó fej, egyébként nagyon pörgös. Na jól van, milyenek a kérdések, Jani? Egy pasirak menni fog. Pasis kérdés? Mm-hmm. Jó. Na, lássuk. Mehetünk? Mehetünk, csináljuk. Na, így szól akkor az első kérdés pasztartóért. Melyik spanyol labdarúgó egyik beceneve a Királyi Gárda? Labdarúgó klub. Mm-hmm. Labdarúgó klub, így van. Kösz. Real Madrid. Real Madrid. Mehetünk tovább? Mehetünk, persze. Ennyire különni a ment az első, akkor nézzük a másodikat. Jó, sapkáért, csálért, így szól a második kérdés. Jó. Melyik tudományos, fantasztikus film hősei élnek a Pandora nevű bolygón? Ó, kedvencem, Avatar. Bizony. Hú, de jó film. De szerettem. Igen? Nagyon szép, aha. Nagyon-nagyon jó egyébként. A második rész. Csak kicsit el vannak csúszva. Igen, ráadásul, de a második-harmadik jön majd egyben. Harmadik. Tehát, hogy trilógia lesz. Így van, és mind a kettőt csinálják egyszerre. Nagyon szép film. Megint a kamerom menne megint valószínűleg hajóron csak után kutatni, az így gyorsan ledurantja ezt a kettő. Legyen meg a harmadik részt, igen. Na, óra, dedikált óra a tét. Megálljunk, vagy neki mész? Milyen jellegű? Hát most... Nehéz így behatárolni. Heraldika, mondja ki ilyet? Vagy... Mondjál. Az a helyzet, hogy már régóta próbálkozok, hogy játszok veletek egyet, én megelégszek ennyivel most. Elég lesz, srácok. Legközelebb majd talán. Igen, címertan, ezt is mondhattam volna, csak baromi okos vagyok, és ezért tudtam elsütni. Az a műveltség. Kutyafáj. Nem könnyű kérdés, lehet, hogy jobb, ha megállsz. Nyilván, aki szereti, az lehet, hogy tudja, de nem biztos, hogy rossz döntés megállni. Jó, megmondom őszintén, kocsiből ülök, tehát segítségem nincs. Még ha lenne valami, akkor azt mondanám, hogy menjen. De így gyáván megfutamodok. Elengedem. Nem baj az. Jó, oké. Akkor Dávid, ez azt jelenti, hogy megvan a sapka sál, és megvan a passzartó, ügyes vagy. Hey! Jó az. Szuper, köszönöm, srácok. Imádok ideget. Gratulálunk, jó, és küldjük neked. Köszi. Mit dolgozol egyébként? Mi a foglalkozás? Egy ilyen pick-up és terepjáró cég, ami forgalmaz őket, meg árulja is őket. Ott vagyok ügyintéző, ilyen irodai munka, mindenféle dolgot intézek a cégen belül. Szeretem csinálni, elég változatos. Jól van. Dávid, küldjük neked, köszi. Oké, köszönöm. Hello. Köszi a játékot, ciao. Szia. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Gyerekek, csak még egy-két SMS. Nagyon. Nem győzöm a böngészési előményeket törölni, mert a 94-es nagyapám csak a szex oldalakat nézi. Igen, itt vagytok, bocsánat. Anyám visszavitte az egeret a boltba, hogy ellopták a kábelt belőle. Nagyon jó. Anyukámnak mondtam, küldj el e-mailben az útlevél számom. Hívtam, hogy nem jött meg. Kiderült, hogy a Facebook falamra tette. Jó, hogy nem a bankkártya adataimat kért. Ja, hogy kirakta mindenki láthatóan. Óriási. És egy kicsit más vonatkozású, nem technikai, de szenzációs. Ezzel zárjuk. Faterom fél éven keresztül anyám hajlakjával fújta a hónalját. Nem értette, miért ragad. Viszont nem büdös.
Tök jó. Zseni. Hallattak a kettőt, ne vegyünk, Mari úgyis lesz. Zseni. Zseni, igen. Na jól van, 4 perc van pontosan, 9 óra. Ákostól meghallgatjuk a legfrissebb híreket, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 9 óra, 10 perccel szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Hello, bello, itt vagyunk. És folytatjuk a reggelt. Ez egy soha el nem múló reggel, nem? Nem. Hosszúnak érzed? Vannak napok, amikor nagyon gyorsan elmegy, és vannak, amikor még mindig beszélünk, jó a műsort csináljuk, de azt érzem, hogy 4 éve itt vagyunk. Nem? Az más, jön egy más. Ezt nagyon jól érzed, igen. 6 éve gyerekek egyébként. Most voltunk 5 évesek. Mikor azért volt az a nagyszerű feledhetetlen parti itt? Aha, már mint melyikre gondolsz? Nekem így összemosódnak ezek, hát annyi fantasztikus partiban volt itt részünk. Jaj, kaptunk meghívót, megint menjünk gokártozni. Ja, tényleg. Áj, apám. Te jó. Hát, király lesz, ott fogjátok csapatni, állok fönn a benzingőzben, megint beszorulok abba a rohadt gokártba, komolyan mondom. De jó. Nem lehet oda egy XXL-es gokártot kérni? Aha, meg valami vega kaját, vagy mert évek óta nincs. Hát kinek mi kell, én meg érted? Mindig vagy viszek, vagy nem eszek semmit. Miért van sült krumpli? Ja, mit elégedetlenk ezt? Meg rizs is, de múltkor is volt. Rizs, hogy hívják az öt borsóval? Ah, tényleg. Rizibizi. Rizibizi, meg rizibizi. Nem volt vega kaja, de azért csak pakoltáz éte hordóba. Hát mert vannak húsevők is a családban, érted? Az nekem jár. Jutott is, maradt is az egy kicsi az ételhordóba. Egy előétel, egy főétel, meg egy desszert akkor is jár, ha nem találok magamnak olyat, ami ízlik. Nem? Hát akkor meg... Te kértél pizzát tavaly, vagy tavaly igen, előtt? Igen, csináltattam magam, és mindenki irigykedve néztem, mert ez ennyi volt a legjobb. Most mikor kezdtünk itt? 2009? Öt, most voltunk öt, ja, nem, évesek. Novemberben volt az 5 éves születésnapi. Akkor 5 évesek voltunk. Én. Igen. Igen. Hát a rádióval együtt kezdtük. A rádió pedig 5 éves volt, akkor még is 5 évesek volt. Itt. Igen. A 61-es főúton Enyingen pénzszállító karambolozott egy kamionnal, mind a kettő az úton van, mentés még nincs, Könyves Nándi küldte nekünk. Mezőköves után Miskolc felé régi 3-as, körülbelül a 144-es kilométernél van egy trafipax. Aztán a 214-es kilométernél is van egy, az M3-as autópályán, Nyíregyháza felé, ezt Csilla küldte nekünk, köszönjük szépen, és tulajdonképpen ennyi. A pénzszállítóról jut eszembe, láttátok, Mexikóban majd nem tudom hol karambolozott egy pénzszállító, és egy perc alatt elkapkodtak valami 16 millió dollárt, vagy mennyit hát, itt valahol, szegény. Megállt nem a forgalom, vagy Oroszország, már nem tudom hol volt, csak láttuk, hogy valahogy felborult, vagy kinyílt az ajtó, nem tudom, és kiömlött egy csomó dollár. Szerintem Koreában volt. Vagy lehet, hogy Korea, nem tudom, minden esetre, vagy átszámították, és ennek 3 millió dollárnak megfelelő összeg, és az emberek lefékezve egy ilyen háromsávos úton, autópályán, de mi mentek, életük kockáztatával szedték össze a pénzt. Csak segíteni akartok, hogy minél előbb meglegyen. Én is megállnék. Megállnál? Ezen én gondolkoztam, megállnál. Hogy mondjuk. Én, jaj, ne, gyerekek, ne hagyjad már, mi ciki? Azt ciki, hogy... Szeded a lóvét? Nem, azt ciki, hogy valószínűleg az ottani kamerákon látszik majd, ahogy ott, hogy hívják, csorgó nyállal, hogy hívják, izgatottan, csillogó szemmel kapkodott fel a pénzt, 6 perc alatt megvagy, tehát rögtön beazonosítanak, tudják, hogy te vagy az, hát téged ezt nem meg pláne, ők összereplőként rögtön beazonosítanak, hogy nézd, Barákóczi is ott szedi. Ha, hadd szedje. Hát, ki nem szedné? Gyere, nem áll, gyerekek, dehogy nem, fölhúzod a kis ingedet magadra, eltakarod az arcodat. Vérciki. Dehogy ciki. Vérciki, és úgyis vissza kell adnod. Az mondjuk igaz. De egy kicsit elhiszem. Hát ha megvagy, de hát ha csak arccal szedték, mert járókelők is oda rohantak. Hát. Arc alapján a büdös életben nem találnak. Nem. Meg a rendszám alapján ugye lehet, de csak arc szerint, ha nem vagy ugye köztörvényes bűnöző. Pont most volt egy ilyen eset, hogy pénznek látszó ilyen papírfelcénket kezdtek el leszorni egy háznak a tetejéről. És megőrültek. Mi? Hát olyan. Hát az a szilveszteri. Halálos áldozatok is voltak. Az a bundom volt ugye az Sánkhájban. Igen. Tehát, hogy gyakorlatilag agyon taposták egymást azért, hogy össze tudják szedni a lóvét, ami nem is lóvé volt egyébként. De hát nem tudták volna, nyilván. Akkor, de akkor is megtörtént volna. Na most miért nem kell lóvé? Ezt? Kicsit milliómosak voltunk a hallgatókkal együtt, én meg a hallgatók, tehát mi szedtük. Egy párat én is felkapnék. Ne haragudj, akkor szedj. Egy párat én is felkapnék, de tényleg. Hát, ott egy kicsit, ott leállsz, kicsit összeszedegetsz, most mit tudom én, 100 eurósokat hullanak, hát azért egy 4-8-at csak felmarkolsz, nem? Kötek dodó a kezedbe. De volt olyan, akit majdnem elütöttek úgy át meg. Közben az autók fékeztek, mindenki rohangált össze-vissza. Iszonyatos.
iszonyatos káosz volt. Hát nem. Amikor a pénzhez úgy is hozzá lehet jönni, hogy például valaki, mondjuk az így készültök ki ti fotóversenyünkre egy pályaművet föltölt az oldalunkra, és így nyerhet rajta 5000 forintot. Milyen szép átkötés. Bocsássatok meg. Meddig van a zsűrizés? Még zajlik, ugye? Figyeljetek, február 1-e 23 óra 59 perc 59 másodpercig. Addig lehet lájkokat küldeni a fotókra. Aki később küldi el, sajnos az már nem. Az már nem vesz részt a versenyben. Az első, második, harmadik helyzetet fogjuk majd ugye értékelni. Az első helyzet egy 50.000 forint értékű kis készpénzcsomagot a Morning Show ajándékcsomag mellé természetesen kap majd, illetve majd a második meg a harmadik helyzet is kap egy felturbózott giga meg a Morning Show csomagot. Így van, igen, addig lehet még ugye lájkolgatni. Így van, emellett nagyon érdemes még fölmenni az Instagram oldalunkra. Alternatív oldal. Igen, alternatív oldal. Van-e 2015-ös kép? Ne volna, több is van. Több is van. Elsősorban ezeknek a képeknek a témája leginkább én vagyok. Olyan a picit fázis késéssel jut el hozzám az információ, általában picit mindig akkor, amikor már felkerült, és mondjuk egy napon keresztül röhögött rajtam a fél ország, mert hogy ugye Balázs előszeretettel tesz fel olyan képeket, amik köztem szerinte van kapcsolat. Gyerekek, csak mondom, hogy az Instagram közösség egy nagyon elit társaság, érdemes csatlakozni Instagramon hozzánk, más típusú képek kerülnek föl, mint amit mi Facebookra kiteszünk, a mi kis Instagramunkon egy kicsit kevesebben vagyunk, elit társaság, nem vagyunk annyian, nem léphet be csak úgy bárki, viszont aki belép és megtalál bennünket, az jót röhöghet rajtam. Az Instagramon, az mindig talál alternatív fotókat. Ezt az oldalt ugye én szerkeztem, és nem mindig a műsorhoz kapcsolódó, ám a műsorvezetők személyhez erősen kapcsolódó fotók kerülnek föl. Egyelőre a műsorvezetők személy alatt értsetek engem, de később majd természetesen Feri, és talán Balázs is majd fölkerül. Figyelj, ennél a képnél te illettél be a kép aláírásba, ami utolsóként van föl. Egyébként csak mondom, 885 lájkkal már hasítasz egyébként. Hogy igen, kezdek, ugye... ezzel fölött már kezdek büszke lenni. Igen, a kép aláírás az csak annyi, hogy Janiéknál hétvégén érdemes megnézni a képet. Szóval én mondom, hogy mi ott kevesen vagyunk, barátok vagyunk, szeretjük egymást, és az Instagram felhasználóink értik ezt a fajta üzenet közvetítést, amit egyébként már több mint 19 ezeren lájkolnak. Gondos, igényes válogatás előzi meg minden egyes képnek a felkörülését. Lefagyott az egész oldalra. Gép. Próbáltam megnyitni ezt a Janis képet, de végül. Lefagyott, hozzáhajszárított. Az lesz. Egyébként csak az utolsó két kép tárgya vagy te. Aha, előtte végül is. Feri, ugye. Nem előtte felraktál egy olyan képet, ami ugye nyilván a kis jövevény van rajta, meg hát csak a keze. De ez egy nagyon cuki, nagyon édes, nagyon helyes kép. Aztán van egy. Aztán először, hogy hívják, elővetted a kimosott teljes dobozaimat, utána pedig egy olyan képet, amin állítólag én vagyok látható, illetve nem, csak sejteted. Sejtettem, hogy te vagy. Nem mondom, hogy te vagy, csak sejtettem, hogy te vagy. Igen. Megnézem, hogy az autónknak az alvázvédelme milyen állapotban van jelenleg. Érdemes tényleg az Instagramon megkeresni bennünket. Én azt mondom, hogy ez egy alternatív közösségi oldal. Tehát aki ide csatlakozik, az kell, hogy értse a humort, kell, hogy szeresse a humort, és nem teljesen ugyanazok a képek vannak, mint a Facebookon. Szóval lájkoljátok, a Class FM Morning Show, így tudtok bennünket megtalálni az komoly energiákat, a Mozgósi Balázs azért, hogy ezeket a képeket előkerítse. Tényleg értékeljétek azzal, hogy fölmentek, lájkoljátok az oldalt, és lájkoljátok a képeket. A hozzászólásokat pedig imádok. Nézd meg, 880-ról 986-ra ugrottál. Nézd meg, azon a 988, 991, 992, 996, 1000, hát 1004, 1009, 1010. Tessék! Amikor a kicsit kultúra utat tör magának. 1021, 1032, 1034. Hajrá! Csak így tovább. Harcol a 2000 like felé. 1050, 1060. Fél, nem hiszed, és az Insta mutatja élőben a like emelkedést. 1070, 1080. Na most már büszke vagy. Megérte? A kép aláírás Janiéknál hétvégén. Mit csináljak, ha átmentem hozzád, és kopogtattam, hogy hol vagy? Ez van. Hol vagy? És mondták, hogy Jani kint szerel. Hátra néztél. És a garázsba szerelt. És ott a garázs előtt ott álltunk. Csak mondom, hogy 1150-re ugrottunk. Ezt a nadrágot még apám hagyta rám. És mi volt az, amit szereltél? Egy Warburg, vagy egy Trabant? Vagy mit csinálsz ott? Mert én azt nem láttam. Valamit az felett? Az akna felett. Apám zíje. Jani csúnya, az a dudor írja valaki. Jó, hát én csak télen is érik a füge. Tehát, hogy... Hát ennyi, érted. Picit feszesebb, picit keményebb. Most nyílt meg! Te mit, a Commodore-t használsz? Újra kellett indítanom a gépet, hát most mondom, lefagyott. Ja.
Ennél többet vártunk, Jani. Csak mondom, hogy 1250-re ugrottál 800-ról. Tehát nagyon ez egy nagyon igényes elit társaság, és megérdemlik ezeket a tartalmak. Tessék benneket megtalálni. Na, gyerekek, holnap, illetve pontosabban ma este arany labda díját adó gála van. Áj, de jó lesz. Ez szokott lenni minden évben, ugye? Jó, rátapintottam a lényegre. Azt hiszem, igen, egyébként. És holnap lesz majd, hát nem akarom elkiabálni, de lesz majd mezünk, gyerekek. Igen? Aha. Mez. Saját mez, morning show-s mez. Nem, morning show-s nem, de az egyik nagy világsztár, ha minden igaz, aláírja majd a mezét. Hopacska. Reméljük, hogy a mez is az aláírás egyezik, de biztos. Tavaly is volt, ugye? Tavaly is volt, és nagyon nagy siker volt. Úgyhogy holnap beszámolunk majd arról, hogy mi történt Zürichben. Mert hogy ott van ugye az aranylabda diátadó tudtam, idén. Tudtam, hogy ez az összefüggés. Tudtam. Igen. És mint minden évben most is a 442 magazin főszerkesztője György kiutazott Zürichbe. Ez a Gyuri. Ez a Gyuri. Ez mindig ott van. Hihetetlen, hogy mindig ott van, és mindig... Mindig ott van, ahol a hús rotyog. Mindig fazék közelbe kerül a Gyuri. És hoz nekünk mezt, úgyhogy holnap 8 óra után hívjuk majd, hogy milyen mez sikerült szerezni, milyen aláírással, ugye, mert a mez az csak egy dolog, azért az könnyebben megszerezhető, itt az aláírás a lényeg, ugye lehet, hogy ott lesz Messi, Ronaldo, sokan mások, több nevet nem nagyon tudnék mondani, a fociban kevésbé vagyok ott. Messi, azt mondtam. Bocs. Ronaldo. És... hát valaki aláírja majd ezeket a mezeket, úgyhogy holnap 8 óra után nagyon figyeljen az, aki szeretné ezt a párjának, barátjának, barátnőjének, kedvesének megnyerni. Holnap még nem sorsolunk, holnap csak megtudjuk, mi a relikvia, és aztán kisorsoljuk majd valamikor ezt a mezt, ha megérkezett hozzánk ide a szerkesztőségbe. Illetve megtudjuk, hogy mi a menü. Mert az a menü egy olyan dolog, amit eléd raknak az étteremben, Jani. Ehhez nem kell hívni, Gyuri. Okay. Ezért egy olyan, amikor a csatár kapcsolat. Lehetőség. Ehhez nem kell, hogy felhívjuk. Szóval igen, mi a menü, miből tudunk választani. Reméljük, hogy Gyuri több mindent aláír. Aláírat, hát, pontosabban. Az aláírás, illetve az aláíró személye és a mez is kompatibilisok lesznek egymással. Ki az esélyes most erre az aranyra? Ronaldo Neuer. Ő az egyik, így van. Hát az ő esetében gyakorlatilag azt mondja, hogy... Ez a Neuer, ez a Neymar? Neuer. Neuer? Így van. Ő ugye a német válogatottnak és a Bayern Münchennek a kapusa. Ugye gyerekek, most megint kiderül, hogy annyira hülyék vagyunk a fociból, hogy valaki egy kicsit kapizsgálja. Ennyi. Szerintem Ronaldo behúzza. Így van. Valószínűleg ő lesz az, aki. Neuer a 10? Neuer, figyeld a foci szakértőt. Neuer! Akiért a futball, az annak most kiullott a haját, tudod? Várjál, kik vannak benne? Van ez a Neuer? Messi, Feri, neked Messi? Nem, mindegy. Messi! Én a vagy most ott hagytam. Messi rendet egyébként azt elbukod. Tehát vagy a Ronaldo, vagy a Neuer. De miért? De Messi miért nem? Mert a Messi idén nem volt jó formában, a Barca se jó. Messi... Hát át is, el is vitték a Messit. Ki vitt el? Hát valaki, nem hagyta ott a Barcát. Nem, most tárgyal, tehát hogy most van egy ilyen kis vihar a biliben. Edzőválság van, tehát ott a Messi és az edző között a Barcában van most egy kicsi összetűzés. De... Te teszel a izére Ronaldinho-ra? Rá is tennék, ha jelölt lenne, de legyen a Ronaldo 10. A Ronaldo 10, a Ronaldo-ra, én a Dyer-re teszek. Jó, figyelj, szimpatikus. Dyer nagy meglepetés lenne egyébként. Na, vagyis majd is buktad a 13-t. Köszönöm, hogy ezt most mondtad ki ezt de a mondatot. Figyelj, az a bajom, az összes rohadtfogadásunknál, te mindig oda nyalsz, de mindig oda puszisz, de... Csak köztünk van egy hír, hogy a fele az övé. Ja. Az van, hogy ezek a tények, Ferenc. Tehát, hogy... De milyen jókor mondtad ezt be? Milyen kiváló ritmusérzékkel? Feri, adod a most előre, és akkor holnap már nem adom, általában, nem, várjuk meg. Hogy nem csatárok szoktak nyerni. Ugye Ronaldo egyébként szenzációs éve volt. Hát volt már a precedens, de hát az még talán a 60-as években volt. Na meg... ne szórakozzatok már, ne ültess már föl ennyire én ez nem, a Dyerral. Én csak annyit mondtam, hogy Ronaldo 10 és kezet adtál rá, hát a többi a te dolgod. Adod tehát előre. Általában csatár nyeri, a 60-as években volt egy kapus, aki megnyerte. Hát most csatár nem kinyeri, sportlövő, vagy hogy érted a csatár? Ja, hogy kapus, vagy hátvéd, vagy valami. Vagy nem, kapus is. Kapus is sokszor mondta, volt jelölt. 60-as években nyert. Azóta csak nem volt. Lehetett, igen. Feri, köhögd a gubát, na hát most ennyi. Akkor jobban járok, ha messzire teszem, nem? Hát egy picivel igen. Azzal nem jutsz messzire. Te vagy a Ronaldóval, én a Messivel. Tudod mit? Én a Messire és a Dyerre teszek, te a Ronaldóval. Én viszont ennyire vagyok korrekt, hogy megadom neked, hogy te duplán tehetsz bárkire, tehát 10-et adsz akkor is, ha vesztesz, de te két esélyes vagy, hogy nyerjél. Ez így nagyon korrekt. Én csak Ronaldó, te Dyer és Messi. Oké.
Jó, így már jobban. Ha te ennyire hiszel Neuerben, akkor Feri, mi meg fogadjunk úgy, hogy te mondjuk arra teszel, hogy a győztes az a német bajnokságból kerül ki, én pedig arra, hogy a spanyolból. Na? Ebben nyilván van valami csavar. Nincs, ebben semmi nincs. Én azt mondom, hogy a spanyol bajnokságból kerül ki a győztes, te messzire teszel, hogy, nem? Hogy a Ronaldo hol játszik? Hát, a spanyol. Real Madrid. Nem, azt nem csináljuk, hogy amit itt megnyerek, azt ott elbukom. Nem, már nem, a pénzbe. Nem fogadunk. Tízzel tartom a Messit. Jó. Messi és a Dyer. Mind a kettőt lehet? Hát azt mondtam, hogy neked dupla esélyed van. Tehát korrekt vagyok, mert szerintem a Ronaldo beúzza. Aha. Miért nem árverezitek? Kérdezi egy hallgatónk. Ennek nagyon egyszerű oka van. De azt most nem mondom el. Nézzük a közlekedési. Nem. Ennek általában az ok, hogy azért nem árverezzük ezeket, mert csináltunk sokszor ilyet, és látjuk, hogy mások is próbálkoznak, és olyan baromi nagy összeg ezekből egyébként nem folyik be. Tehát régen ez nagyon ment, hogy aláírja 5 magyar sportoló, és akkor árverezzük, és több millió. Ez ma már nincs. A cégek nem nagyon érdeklődnek, magánembereknek kevésbé van pénzük, erre nem is áldoznak. Tehát ebből befolyna most, nem tudom, egy, tehát milliós összeg semmiféleképpen nem, egy 50-70 ezer forint, azzal az olyan nagyon nagy csodát nem lehet csinálni. Inkább örömet szerzünk valakinek. Volt nekünk is néhány kísérletünk árverezésre, volt olyan, hogy Jani gyűjtötte az olimpikonok aláírását, pólóra, mindenki aláírta, próbáltuk árverezni, cégeket megkerestünk, igazából nem nagyon. Nagyon nehéz. Nagyon nehéz, nem, ez ma már azért nem megy annyira, hogy Adidas pólót a 6-an aláírták, fizetek 5 milliót, tehát ez már nincs. Ez nem, ha az aranylabdát el tudja hozni a mester, akkor na, az igen, és nem derül ki. Ugye? Igen, és erről tud nekünk forgatni egy kis videót, hogy odaugrik, kikapja, nem tudom, Platini kezéből, amikor átadja, és elrohan vele. Az mondjuk jó lenne. Nem, egyszerűbb szerintem örömet szerzünk egy hallgatónak ezzel. Jó? Úgyhogy holnap tessék 8 óra után figyelni mindenkinek. Gyerekek, kérdésem van már megint, most nem focis, de ti ehhez is értetek. Van egy meddig? Jó urológusodok. Azon már túl vagyok. Minden ilyen. Így zárt, igen, azon így már túl van. A kérdés az, hogy baj, ha jól esik. Hogy megint mennék. Így szerettem. Hányszor lehet egy évben? Igen, mi nyuszik a patakparton. Baj, hogy jelenleg hétfő szerda pénteknél jár. Nem, azt akarom kérdezni, meddig szabad petárdázni? Mert ugye 31-én volt a nagy petárdázás, igen. De hogy meddig lehet még, hogy van-e erre jogszabály? Tehát feljelenthetem-e azt a rohadékot? Január 1-én már nem. Nagyon jó. Mit csináljak? Most már negyedik. Január 1-én, de igen, mert hogy... A ugye, átlóg. Átlóg. A január 1-én még visszaviheted. Azt nem tudom, hogy robbanthatsz-e, mit tudom, déltől, vagy reggel 6-tól, de na. Még január 1-én visszaváltatok. Tehát, még ez a visszaváltás, gyerekek, egyet utasatok, aki visszaváltotta. Nem? Tehát, régebben ez... valahogy úgy volt, hogy január 1-e reggel, mit tudom én, valami 6-7-8 óra. És utána megfújtak egy sípot, és utána el kellett hallgatni. Kusolján! És az volt a vége. Neked telekusolj, ki vagy te? Az ORFK megfújt egy ilyen kollektív sípot országszerte. A rendőr főkapján! Akkor elnézést, akkor bocsász. Na és vissza lehet vinni valameddig. De vissza. Nyilván egy csomóan nem vitték vissza. Nálunk most már a negyedik éjszakája folyik az ablak alatt, az utcában, hogy lelkes fiatalok robbangatnak. Nem, csak lassan ég. Tehát ez még 31-én gyújtotta meg. Ennyi. Nem, hogy ez van minden rohadt teste, elkezdik ilyen tisztelt. És már nincs mit ledobni. De hát már nincs mit ledobni, mert a gyerekek is úgy jöttek föl négyszer a negyedikre. Nem, hogy aludnánk, vagy a gyerekek legalábbis lefekszenek, és az ő ablakuk néz az utca front felé, és hogy mit csinálsz? Mert én leszóltam, hogy figyelj, csak hagyd abba, mert lemegyek, mondta, hogy gyere. Mondták, hogy igen, mondta, tudjuk, hogy nézel ki, gyere. Ismerlek, gyere. De hogy azt nyilván nem akarok lemenni, de most mit csinálsz ilyenkor? Hát most már ne petárdázom már. Ellen petárdázás. Sárguljon a irítség. Bármilyen hihetetlen, hát nincs. Akkor tényleg csak az van, hogy le kell dobni valamit. Ami vizesebb, büdösebb. De mit hívhatod a rendőrséget ilyenkor? Most nem na ne legyél Tatter, hogy rendőrséget hívja. Hát kit hívja? Jó napot kívánok, durroktatnak, főtörzsú, durroktatnak. Százezeredes úr. Százezeredes úr, durroktatnak, hol lakik? Magyar állampolgár, vagyok. Akinek joga van a nyugalomhoz. Nem csak magyar állampolgár, adófizető. Adófizető magyar állampolgár vagyok, akinek joga van a nyugalomhoz. Így fog bemutatkozni, igen. Ki fognak jönni? Ki fognak szerintem jönni, mert ugye ők szabálysértést követnek el azzal, hogy még ilyenkor petárdáznak. De mit csinálnak? Nem mindegy, rakétáznak, vagy petárdáznak? Durrogtatnak. De látsz utána egy ilyen szárnyaló pillangót, ami pörög és csikot húz? Mert a petárda illegális. Nem. De petárdázni elvileg, ugye szilveszterkor se petárdázhatsz, ha jól tudom. Durrog. De repül is van. Nem repül. Van ilyen, vagy de hogy? Aha. Vagy csak a végén? Hát ha csak ennyi, akkor nem hagytam ki sokat. Mert az a rakéta. Mutatom, hogy miért.
Ilyen. Az petárda. Aha, nem, az nem jó. Az nincs. Aha, csak... Az petárda, az nem jó. De az elvileg szíveszerkó se lehet petárdázni. Nem. Rakétázni lehet, de petárdázni nem lehet. De jó, de tudom, hogy lehet nem? megkülönböztetni a kettőt egymástól? Durrog. Nem, hát az egyik van... Igen, és melyik a petárda? Tehát... Ez ugye a rakéta, ez a rakéta. És ez pedig a... Ez a petárda. Na, nálunk ez az utóbbi van. Egy az egybe hozod. Nálatok van? Az sok egymás után? Hát eléggé. Az illegális. Több mint kéne. Nekem egy is elég. Mondnak, hogy tartsd a kezedbe, úgy robbansz föl, és akkor elhallgat. És akkor földobja az erkélyre. És mindig éjszaka, vagy mikor? Éjszaka, 10 után kezdik a srácok, és akkor van egy ilyen szűk negyed óra, volt már fél órás is. De feküdjenek le korábban a gyerekek, 10-ig nem tudják kialudni magukat. Belegondoltok, hogy... Belegondoltok, éppen mennyire halálosan primitív szórakozás, hogy eldobsz valamit, ami durran egyet, és 20 évesen a kipufogókba beleraktuk, össze-vissza tettük mi is mindenhova, a telefonfülke beraktad, elrontam. 20 évesen? Gratulálok. Igen, hogy egyébként alapjában mennyire primőr, nem? Befőttes üveg? Minden, befőttes üveg. Leraktad, gyorsan megnézted, mindent kipróbáltál. Elszaladtál. Meggyújtott, pukkan egyet, és röhögsz, hogy pukkan, nem? Jó poén. Azért, de természetesen csak a jogszabályi keretek között. Hát a petárda tilos? De én petárdát nem tudtam menni. De várjál, akartam, de nem tudtam. De hogy lehet megkülönböztetni egymástól? Az a pillangó. Igen. Nem a pillangó, az. Azaz. Ugye? Igen. Azt én tudtam menni. Meggyújtott. Én vettem szilveszert, és megkérdeztem, hogy petárda nincs. Petárda nincs, és teljesen hülyének néztek. Én megkérdeztem az árust. Nem lehet. Hát, mert ez május közepén volt. Az is. Egy zöldséges nő. Két kiló narancsé, kiló bár petárda nincs. Na, viszont nagyon szép a céklánk. Egyel arrébb tessék menni. Na most tovább megyek. Nagyon nem tudsz mit csinálni egyébként, meg kell várni, míg elfogy. Igen, most nyilván nem akarok ilyen izi feljelentős lenni, meg szerencsétlen rendőröknek van elég dolga, mint hogy kijöjjenek 4 petárdázó fiatal. Hiszen most vettek egy csomó új trafit. Na, ugye, tessék, azt üzemeltetni kell 4 ilyen petárdázó fiatal ellen, ne hívjam már ki őket, az azért lúzerkedés szerintem is, de valamit meg csak a fiataloknak nem mondja el valaki, nem. Vagy hogy nem jut a fülükbe, hogy ez már tényleg ilyen komá pénzbírságot. Na, de fiatalokat ez hol érdekel? Minket sem érdekel. Tehát 20 éves vagy 15. Ha... Meggyűjtő Robát, egy fiatal nem úgy gondolkozik, hogy jaj, Jocó, ne csináld, mert január 1-én, de este 6 órától ez már tilos. Tehát, hogy... Hát igen, csak ahogy nézem, most január 12-e van. De azt mondjuk szilveszterkor is tilos. Figyelj, petárda már soha semmilyen körülmények között nem legális. És ilyenkor a rendőrök nem hallják, vagy messze van? Nem, vannak az óvójel, mert azt hiszik, hogy csábor. Hall? Tényleg. Ott van mellettünk a teve, ott van mellettünk a teve utca, úgyhogy jöhetnének. Nem, fi, azért ezt nehéz, tehát eldobod, robban. Nem gyakorlat. Elszaladsz, máshol robbantod, itt robbantod, mész, mobilis, azért azokat így nehéz megfogni. Rezső, hallod, arra balra petárdáznak, akkor nyarod jobbra. Ha figyelj, várjál még egy kicsit, aztán szerintem megy. Hát, ha elfogy. Nem, ezzel megveretni nem akarom magam. Akkor hergel föl valamelyik szomszédot. Sanyi, hallod, Sanyi, hát én most nem tudok. Még azt jelenti, hogy vegyél kettőt, és dobd be a szomszéd erkére. És tök utána a gyerek is, hogy bügyös kökök, már szobbán dobálják a derkét. Már a negyedikig nézve. Ez nálad robban, Sanyi! Vagy a célpont! Vendettáért kiállt, Sanyi, menj le! Sanyi lemegy, jó, megverik. Hal, befűzöm a cipőt, hagyjas! Veresd meg a Sanyit, ez az első. Én nem tudsz mit csinálni. De miért nem alszol éjfél, akkor mit virgonckodsz? Aludjál. Szeretek virgonckodni, ennyi. Meg nem, engem nem nagyon zavarna, csak hogy a gyerek föl ne ébredjem. Egyszer se ébred még föl, de ha fölébred, akkor mit csinálunk? Visszaadhatják. Hát ne haragudjatok. Nálunk akkor... kezded, ahol él, akkor nagyon-nagyon jó követőek. Tehát január 1-én beellőtték az összesen. És utána semmi. Egy darab rakéta, egy darab petárda nincs, hallgass? Aha, na majd viszünk akkor. Ez most este. Mi? Ez? Ez tűzi játék. Ez tűzi játék. De nem hallom, hogy... Az hol volt? Ez egy másik tűzi játék. Ja. Most de tényleg itt nincs. Ilyen van nálatok éjfélkor? Ez a nem ilyen sorozat, csak ez a tuf, tuf. De nem lehet, hogy oroszok laktak ők, amikor januárban ünnepik az új évet, az nem lehet. Hát egyébként simán lehet. Nem lehet, hogy az oroszok búcsúztatják az új évet, hogy január 16-án? Vagy valami kínai új év van nálatok, vagy valami ilyesmi. Nem sok a kínai nálatok? Akkor őket meg hagyjuk békén, ugye? Hát nekik meg ez ugye lépszokás. Mondjuk meglepődnék, hogyha a ti környéketeken ott kijött a izék, a Ördög Nóri, a Bocskor, meg ahogy hívják, a Doszpot képzeld el, a dobáld a petárra. Tudod. Az nagyon mérnám egyébként. Már megint ilyenkor a paraszt! Ja. Te vagy az, Peti, bocsánat. Neked bármi. Igen. Igen. Nem csinálnak semmit. Helyesek, csendesek egyébként, igen. Sokan lakunk mi arra felé ott, igen.
senkire megy, nincsen semmilyen. Nincsen mondom, hogy fél kettőig lőtték nálunk. Fél kettőig lőtték. Hát azért ott van muníció. Basszus, Feri is balhé is környékel, akik én is nálatok, semmilyen nincs, hogy mit tudom, hogy kimegy egy ilyen részen hőzönköccelebb az utcára, egy szál, hogy hívják be. De azért, mert nem egy proli környékel lakunk azért. Aha, értjük. Értettük. Köszönjük. Mondjuk, jó, hát végül is igazad van. Kinek most, hogy jobban belegondolok, de... Kinek jut, tudod? Nem, de hogy nem, ott is, ott, de mire gondolsz, hogy Ördög Nóri fetrengerészegen a szelektív hulladékgyűjtő mellett hajnali kettőkor? Mondjuk hát igen. Ezt, ha ti kerületetekben lakta, se csinálna ilyet, gondolom, nem? Tehát, hogy ez nem kerület függő, vagy... Most, hogy mondod? Mi nátok laknak a 13-ban is híressége, gondolom, de nem fetrengenek az Árpád hídnál a pillérek hát, alatt. Nem, például nem, a Fenyő Mikit egyszer se láttam. Ugye? Még. Tehát, aha, hogy azért ez erősen nem kerület függő. De mondom, mi egészen kitartóak voltunk, mert mi fél kettőig lőttük egyébként. Már hogy mi nem, mert 3-11-kor aludtam, vagy 12-kor, sehát én... De az oszpaték, gondoltam, átmegyek. Na jó van, hát megoldás nincs. Ne, ígérd meg nekem, hogy nem tatterosodsz el annyira, hogy rájuk hívod. Ez nem tatteroskodás, ez a kis életteret védése, a kis kaptárodnak a megtartása. Ott tudod, hogy megöregettél, ha kihívod erre a rendőröket. Valami az a fiatalos leakción gondolkodjál. Aha, vigyek le neki kitart. Kiállsz a teraszról, vagy? egyébként abban van rekendről, kiállsz a teraszról és lebrunyálsz. Én azt még mindig jobban szeretem, mint hogy fölhívod a 107-et, hogy uraim, itt nagyon petárdáznak ezek a huligánok. Srácok! Fölnéznek is abban a pillanatban. Aranyeső! Aranyeső lyukában, na? Ezt gyújtsd meg, te gyökér! Azt tudod egyébként csinálni, de nem, azt ígérd meg, hogy azért nem. Adj nekik még egy kis, van egy kis türelmi idő. Jó, várok. Még hagyd lőjék el a készletet. Egyébként valóban tud bosszantó lenni nyilván, akik aludnának, de a rendőröket még ne hív rájuk. Tehát, hogy legyünk egy kicsit még azért mi is fiatalosabbak. Aha, hát fiatalok már nyilván nem, jó. De... Jó? Akkor egy napot várok. Legyen mondjuk január 10. Ha ne szórakozz, az még egy hét. Van. Ja, hogy azt hiszem, ilyen 18. Ne, 12. 15. 12. Akkor az meg 3 este. Jó, és na, utána hívhatod a rendőröket. Jó. Oké, de hogyha nem megy, akkor ezt a Sanyi sőt mindenképpen játsz már el. Sanyi teraszára, egy tetárra behergelni. Sanyi nevű szomszéd. Nincsen? Ki van? A nagy kitalálunk. Na jó, itt, jó, de egy, játsz már. Azt anyja hát a... Közben megy nálunk egy tévé, igen. Bedurrantanék. Na gyerekek, fél tíz múlt pontosan 6 percen, jó, egy pici szünet. És aztán jövünk még hozzá, mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk ma, vagyis jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Gyerekek, ez mindjárt elsírja magát, hogy beszéljünk rá. Hallgass már. Jó, valaki vegye már, vagy... valaki adja már vissza neki a csörgő dobját, a cubiát, hogy elsírja magát. Szoknyát. Asaf Avidal, nem, ő egy pasi. A néni? Ő egy azt, aha, hiszem talán izraeli, de ő egy pasi a néni. Hát miért? A skótok is viselnek szoknyát. Igen, ő egy pasi. Nem, jó dal, nincs ezzel baj, csak a vége kicsit nagy már... Nagy a gond, nem? Nagyon-nagyon sír, hát igen. Nagyon megkínoszta a vese homok. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is beszéltünk. Kora reggel kicsit kielemeztük egy olaj- és gázipari szakértővel, Plecer Tamással, az olajárakat, a benzinárakat, a kőolajárát, és fejtegettük, hogy vajon mekkora esésre lehet még számítani, mennyi lesz egy liter benzin, mennyibe kerül a kőolaj hordonkénti ára, és elmagyarázott nekünk néhány hasznos összefüggés, hogy megértsük, hogy most mi történik így a van. Nagyvilágban. Ugye hatással van a pénztárcánkra, jelen pillanatban hál' Isten pozitív szempontból, de próbáltunk neki néhány laikus kérdést feltenni, hogy csak azt. Igen, hogy rájöjjünk, hogy mi történt egyszer csak az olajjal, miért ennyire olcsó, ha még fél évben drága volt, miért volt akkor annyira drága, illetve hogy a fogyasztási cikkek valójában tényleg miért nem lesznek sokszor olcsóbbak, amikor már 100-150 forint literenkénti olcsó benzin tankolhat a kocsiban. Benne, hogy előbb-utóbb megjelenik ez a vízes zsemje árában is. Igen, és beszélgettünk generációs szakadékokról is, ez egy nagyon helyes téma volt, nagyon szerettük, mert hogy ugye egy nagypapa úgy szeretett volna segíteni az unokájának, hogy a lefagyott számítógépet hajszárítózni kezdte, a fiatal srác pedig annyira megörült ennek, hogy lefotózta a nagypapát, aki ugye tényleg egy hajszárítóval a kezében áldogált a lefagyott számítógép előtt, és arra kértük hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk SMS-eket azon pillanatokról, amikor rájöttek, hogy már elég nagy a szakadék köztük és a szülők nagyszülők között, legalábbis technikai értelemben.
hogy milyen volt, amikor megkapták az új mobiltelefont, fritőzt akartak ne egy Isten használni, vagy valamiféle új dologgal próbálták őket megbarátkoztatni. Hát érdekes SMS-eket kaptunk. És rájöttünk, hogy ugyanilyenek leszünk 20 év múlva valószínű. Nem? Igen, hogy a mi unokánk fogja beküldeni ugyanezeket az SMS-eket. Igen, egy rádió műsorba. Hm. Igen, ahol már mi nem leszünk, csak rólunk beszélnek. Na, ezekről beszélgettünk a mai napon, és ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Morning Show. Klassz FM-en. 9 perc múlva pontosan 10 óra. Csabi, hello, jó reggelt! Jó reggelt, szevasztok! Hello! Én nagyon jól mulattam, amikor fejtegettétek, hogy kikapja az aranylabdát. Tehát a Ronaldinho-n azért ez... Ugye? Ugye. De ezt nyíltan vállaljuk. A fegyverünk, tudod? Igen. Ennyi ember előtt, hogy gyerekek, ha mi fociról beszélünk, előre elmondjuk, hülyék vagyunk hozzá. Én amikor megkérdeztem, hogy ez a Dajer, ez ugyanaz, mint a Neymar. Na, az, az ott mekkora szakértelem van. Neki mentek most a házához? Már hogy a Platini házához a Dajer miatt? Ez az nem, a sztori? A Ronaldo miatt. Ronaldo, Ronaldinho, hanem Ronaldo, a szurkolók azt de szeretnék... De ezek testvérek, a Ronaldo meg a... Igen. Igen, az egyik. Az egyik Brazíliában született, a másik meg Portugáliában. Ronaldinho becézett kicsit. Ja. Szóval, világos. Hogy a rajongók azt szeretnék, hogyha a Ronaldo nyerni, de a Platini azt mondta, hogy a Neuernek nagy esélye van. Mert ugye az elmúlt években melyik kapus nyerte az aranylabdát? Egyik se, 60-ban nyerte, azt mondta Jani. Hú, várjál! Iker Casi, ezt a te kedvenc csapatodból, a Real Madridból. Tehát volt nem csak a 60-as években, hanem már egy kicsit világos. Később is voltak kapusok, akik nyertek. A tesója mit csinál ennek a Casi? De nem, az Iker Casi, azt nem, mi az asszendens. Vagy az. Figyelj, és a Platini elmondta, hogy a Neuer fog nyerni. Nem, de ez hogy ő szerinte a Neuer érdemelné meg. Hát de a Platini tűz közelben van. Feri, bontjuk fel a fogadást. Platini, Platni. Minden futballrajongót magunkra haragítunk, tudod? Már rég a Kossuthot hallgatják. Várjál, de hát a Platini elmondta, hát az, hogy a Neuer nyer szerinte. Hát ő nem csinál. Nem, nem azt mondta, hogy szerinte ő nyer, hanem hogy ő érdemelné meg, szerinte neki kellene nyerni. Aha. A Messinek meg a Ronaldónak már van az elmúlt évekből. És te a Dajerra nyersz. Én ugye, hát azért legalább. Én kihátrálok ebből. Most már nem tudsz, lehet. Megijedtem pacsisztunk ettől a Platinitől. Mert ő ért hozzá. Te a Platini, az főnök valahol? Igen. Ő befolyásos ember. Ő a főséf. Ő a főséf. Jó, nagyon jó főz. Aha. Michel Platini. Ez úgy van, hogy ott hányan szavaznak erre az aranyizére? Hát, gyerekek, Platni is. Csak mondom, hogy minden egyes kérdéssel egyre nagyobb bajba sodorjuk el magunkat. Tehát a hányan szavaznak erről az izéről, hogy minden futballrajongó rituális szepukút készül elkövetni a kocsiban, ha hallgat bennünket, már rég keresik a kést, amivel harcba szúrítják magukat. Hát, én mindenki szurkolsz, hogy ki fogja megkapni a aranycipőt. Az igazság, hogy nálunk otthon én sem értek hozzá, tehát az el kell mondanom, de a gyermekeim a legutóbbi VB óta hihetetlen nagy focilázban égnek. Uh-huh. És én tőlük szerzem az információkat, tehát ők jobban értenek hozzá. És kinek drukkolnak? A kisebbik fiam, a Demeter, aki 7 éves, ő nagy Barca drukker. Értelemszerűen ő azt szeretné, hogy ha Messi kapná az aranylabdát. Aha. Nálunk folyamatos elklasszikó van, mert a nagyobbik fiam viszont Real Madrid, és mindezek mellett még Bayern München. Na jó, van, ott is van szegértelem. És ugye a Ronaldo az reálos, a Neuer pedig Bayern Münchenes. Neuer. Figyelj, most... És az nem a Neymar. Aha, jó. Nem. Jó, én is tanulok. Egyébként mondják, hogy Csabi, Casillas életében nem nyert aranylabdát. Vigyázz, mit mondasz, De Levi Yashin nyerte 1963-ban egyedül kapusok között. Mikor Levi jó gyerekek. Hogy jó, hát megérdem, Levi Yashin? Így van. Levi Yashin. Grúz? Miért te azt mondtad, hogy a Casillas nyert? Én úgy tudtam. Hát, de most miért nem tudhatnád úgy? Hát persze. Neked ezt mondták. Hát a gyermekeim mondták. Én a gyerekeimnek mindent elhiszem. Ők mondták, hogy apa nyert a Casillas? Igen. Hát nem mondhatsz ellenszülőként. Tök igazad van. Nem javíthatod ki. Ha a gyerekeim azt mondták, akkor van. Ő nem, ő aranykesztyűs a Casillas. Az is lehet, hogy aranykesztyűs. Mindent higgyél a gyerekeknek. Hát, ha érted, a focistáknak labdát adnak, aranylabdát, vagy egy csatárnak. A Neuer is aranykesztyűs. Így van. Mert azt a legutóbbi VB után. Ilyen van, hogy aranykesztyű. Ő lett a VB legjobb kapusa. És azt mondja a gyerek, hogy a postás többször van nálatok, mint hányszor levelet hoz. Én azt is elhinném. Azt nem hiszem el, akkor hazudnak. Gyerekek, nekem mindegy, ki nyer, csak nyerjek holnap 10 rúgót. Az az, de most végre én gyerekek. Mindegy, ki nyer, Feri köhögi a gubát reggel 6-kor. Engem csak ez érdekel. Hopp, és már Bazsi zsebibe ott is van. Egy laza köhintéssel, hogy az most a Dajer, vagy a Neymar, vagy nekem annyira mindegy. Annyira nem érdekel a foci. De hallgatóinkat viszont igen, és ezért lesz holnap egy gyönyörű meze valakinek. Bizonyen. Illetve pontosabban még csak holnap derül majd ki, hogy mi lesz a mez, amit sorsolunk. Ahogy megérkezik a szerkesztőségbe azonnal, ugye Szőlősi Gyuri kint van az aranylabdán, holnap aláírat egy világszárral egy mezt, és mi ezt szeretnénk odaadni az egyik hallgatónknak. Na, hívjuk a nap hallgatóját.
Reméljük, hogy nem majd itt itthon jut már eszébe Feri egy-kettő. Nem, ő ezt lehet ismert. Az üres mest, aztán a női WC-ben ráír valami. Détállal is. Döme. Egy Zidán mezre. Tudod, a teljes zavar. Az bizony! Halló! Halló! Jó reggel! Sziasztok, sziasztok! Na, hát mondd el nekünk ezt a történetet, beolvashatnám, de elmondva szerintem sokkal jobb. Ugye generációs különbségekről beszélgetünk 8 óra után, és írtál egy történetet, hogy anyósod mit csinál. Így van, így van. Hát ugye fényképezgettük a kutyákat, meg mindenféle, és akkor mutattuk anyósomnak, hogy na tessék, nézd meg. És akkor azt vettük észre, hogy a párommal, hogy nyalogatja az ujját. És úgy lapoz a fényképalbumban. Így van, és akkor kérdeztük, hogy mit csinálsz, Jutipa? Hát azt mondom, lapozok. És akkor mondtuk neki, hogy nem szükséges, anélkül is lehet lapozni. Na, már most leszokott róla, de azért néha, amikor elfelejkezik magáról, néha nyal egyet. Még nyal egyet a kezem. Hát, szenzációs. Igen. Szenzációs. Annyira helyes lehet egyébként. Nem írtad alá, hogy hívnak? Én... Jancsi vagyok, Jancsi. Kis Jánosnak hívnak egyébként, igen, elfegyettem alá, bocs. Nem baj, nem baj. Jancsi, van egy ajándékcsomagod, nagyon tetszett az SMS-ed. Na, nagyon szépen, köszönöm. Hol hallgatsz minket? Mindenféleképpen meg akartam osztani. Hol hallgatsz minket, merre vagy? Én most a Záhonyban vagyok, a határátkelőn, papírmunkát intézek. A zöld határon, vagy a tehát, nem, nem, magán a rendes, aha, nem mindegy, hogy hol mész. Igen. Jól van, küldjük neked az ajándékcsomagot, köszi, hogy minket hallgatsz. Jó, köszönöm szépen. Te vagy a naphallgatója, gratulálunk. Köszi. Hello. Ciao. Hello. Csavikám, remek zené? Ráadásul tégdet. Hát ki ne ismerni ezt a legendás csapatot. Egyébként tök érdekes, hogy mióta húzzák már. Azt hittük, hogy meg fognak dőlni akkor, amikor a Robi kiszállt, tehát ez még a 90-es években volt, de nem. Életben maradtak, most azonban kiszállt még egy tag, most már csak hárman vannak, de a lendület az töretlen, van egy új lemezük, erről a These Days című dalt hozom, és ami érdekesség, hogy így hárman most turnéra indulnak, és állítólag a 2015-ös év egyik legnagyobb szabású pop zenei turnéja várható. Atyaisten, mondjuk hallgatva ezt a These Days, nem lett volna baj a feloszlana. De miért? Annyira bugyuta ez a szám, hogy az ami elképesztő. A These Days, nem fogjuk megbánni, nem fogjuk elfelejteni, hát ez most lejön, és leül farpofával ír három évet. Jó, de hát most gondolod a rajongókat. Mutasd már meg. És utána eljátsz a fogalát. A rajongók pont ugyanazt kapják, mint az elmúlt években. Igen? Mert hát, én azt hittem a régi tégedetet, csak most meghallgattam ezt a These Days, és olyan kis bugyuta. Hát azért olyan, a Geri Bárló, meg annyira ott azért vannak jó... A talentum Bárló. Zenészek azért, meg jó énekes. Hát a Geri Bárló. A Geri Bárló, szerintem egy kifejezetten jó énekes. Ja, egyébként ott a Márkóban is nagyon jó, meg igen. Dalszerzőként is, de hát ő Geri Bárló a fő énekes, meg a fő dalszerző. Nekem tetszik. Jó. Tehát nekem pont azért, mert tégdetes, pont olyan, mint régen. Tehát, hogy nem változnak. Igen. Jó van. Csabi, jön a kívánság műsorral, 555-55-00, ez a telefonszám, jó, itt tudok tőled dalt kérni, mi pedig jövünk holnap, holnap már Tibink is van, ugye, visszatér? Hát elméletileg igen. Visszatér holnap, igen. 9 óra után. A grillezés után. Jön Kasza Tibi is, így van, 2 perc múlva 10 óra, Csabi jön a kívánság műsorral, mi pedig holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.